Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Klassz FM-en. 6 óra múlt 17 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri, hello, Jani. Sziasztok. Hello. Hello. Jó reggelt. Jó reggelt, Salgó Tarján. Drága hallgatók. Ja. Jó reggelt, Sopron. Jó reggelt, Kecskemét. Jó reggelt, Baja. Mindenkinek köszönünk, ahol megyünk. Hát akkor Budapest is. Így van. Budapest. Jó reggelt, Budapest. De a jövő héten ilyenkor ugye Salgó Tarjánban leszünk. Így van. A Morning Show pályafutásában először. Így van, először. Megfalunk, aztán megyünk Salgó Tarjánba. Ebben a tudatban gyertek ki a jövényt. Így van, ott kezdünk, mármint a Sopronban, gyerekek, nem győzzük hangsúlyozni. Deák tér, Sopron, jövő hét hétfő. Nézem az időjárás, nézem, gyerekek, hát... Jó lesz az. Szóval jó, vasárnap érkezik valami kis hidegfrontocska. Így van. De egyébként az csak a hétfőt érinti, majd kettől már egészen jó idő. Újra hétfőn Sopronban lehet egy kis zivatar, de az se vészes, csak leül az idő. Sopron vasárnap, most az okostelefonon megnéztem. Mindig arról jönnek nyugatról. Igen. Mi meg arra megyünk, tehát pont át fog éjszaka menni fölöttünk. Aha. És hétfő reggel már ilyen cuki lesz. De így is lesz egyébként. Így is lesz. Ténylegesen a jövő hétre gyakorlatilag mindenhol jó időt mondanak. Az a hétfő egy nagyon picit bejátszhat, az de nem be. Fog. Nem lesz fog. Semmi. Jó? Gyerekek, csináltunk mi már végig úgy turnét, hogy egész héten szinte szakadt az eső, hideg volt. Emlékeztek a veszprémiekre, a kaposváriakra, ott álltak, hóban, fagyban, zivatarban, a hajuk tartott, döbbenetes volt. Na, de mégis képest, ott volt. És mégis ott voltak, így van, ehhez képest jövő héten jó idő van, úgyhogy megyünk, és végre találkozunk a hallgatóinkkal. Ezt mi mindig nagyon várjuk, ezt elmondhatjuk, izgatottak vagyunk, szeretünk menni, kicsit kimozdulunk a stúdióból, az jó a műsornak, jó nekünk, jó tesz szerintünk a reggelnek. Úgyhogy vasárnap indulunk Sopronba. Megérkezett az első meghívásunk. Na, Sopron. Sopron? Na. A kedvenc helyünk, ahol egyszer voltunk, tegnap írt a tulaj, hogy most ő mestervizsgán van, és lefőzi nekünk azt a menüt. Én majdnem visszaírtam, hogy hát azért várjuk meg előbb, hogy a bírák mit adnak rá. Azért bármit nem eszünk meg, mondnám ki. Jó, vizsgaanyagot azért jeggyel együtt fogyasztjuk, hogy hát legalábbis tudjuk, hogy hányos az a jegy. Ha kettes, akkor megyünk. Ugye, ha kettecske, akkor inkább maradok a somlóinál. Persze, meg kérdés, hogy mikor főzi le azt a menüt, tehát azt majd vasárnap, amikor oda megyünk, vagy pedig szerdán, amikor küldte az SMS-t, az sem mindegy. Lefőzöm nektek azt a menüt, aztán megy be a mikróba. Levizsgázom vele. Hiszem nektek, amire. Nem olyan. Az egy nagyon jó étterem, gyerekek. Van már meghívásunk. Ráadásul kerthelyiség is van, úgyhogy reméljük, hogy jó idő lesz. Igen, azért nagyon jó kis adás. Haló, ez most élő adás? Kérdezi valaki. Nem az. Én ilyenkor arra annyira megnézném, hogy van, pizsomában áll-e, a Kossuthra kapcsolt és bennünket kérdez, valóban tőlünk kérdezi-e úgy, hogy bennünket hallgat, vagy tőlünk kérdezi, de közben egyébként lehet, hogy mit tudom én, a Gong Rádiót hallgatja Kecskemét környékén, érted? Tehát egy haló, ez most élő adás, hogy ő ki? Írd meg, hogy te ki vagy, mióta hallgatsz minket, mit szeretnél még tőlünk tudni. Néha szeretnénk belelátni az SMS írók fejébe. Hogy ő most tényleg egy papucsban, egy pizsomában ott áll, melegíti a kávéját, hallgat valahol egy rádióadást, és nekünk megírja? Vagy a mi SMS számunk éget be neki, de nem minket hallgat? Hát igen. Vagy minket hallgat, és csak nekünk az ír. Van, hogy ha most azt kérdezzük tőle, hogy írja meg nekünk, vagy kérjük tőle, hogy írja már meg nekünk, hogy most ebben a pillanatban minket hallgat, ha nem minket hallgat, nem biztos, hogy eljut hozzá a kérés. Igen, ez egy. De akkor tudni fogjuk, hogy haló, ez most élőadás írója, nem minket hallgatott, mert nem válaszolt erre az SMS-re. Csak úgy kíváncsiak vagyunk egész egyszerűen, bár nincs okunk nem élőre, nem? Most mindjárt az jön az SMS-én, hogy bizonyos. Nyilván most lekamusztátok, ezt beleraktátok a felvételbe, ezt az élőadásost. Kénytelenek leszünk megint egy napi bulvár újsággal, akkor gyorsan csinálni egy napi fotót, mint amikor túlcsulájtenek bennünket, hogy még élünk, és még itt vagyunk. I am back, írja valaki, Beck Evel, nagyon klassz, imádom. Egy hónapig szervizem volt a rádiós fültökön, már nagyon hiányzott a Morning Show. Rolibá, hello Rolibá, örülünk, hogy újra itt vagy. Egy hónapig szervezett a rádiós fültök. Vada. Rádiós fültök. What the fuck? Mi az a rádiós fültök? Ez a rádiós fülhallgató? Lehet. Valószínű. Nem? Fültök. Én a technikai kütyükben nem vagyok. Nem vagyok otthon. Gyerekek, kinézett meccset tegnap? Valaki? Valamit? Sokan, de én nem.
Az a baj, hogy nem vagyunk futballrajongók. Igen. Miért nem szóltál? Reggel néztem át a híreket, és ott láttam, hogy a Bayern München kapott ki nagyon a Barcelonától. Hát a Barca ilyen, érted. De én teniszt néztem, aztán reálos vagy. Hát ez a Barca, érted, azért ez így ebben a formában erős, mert olyan sima hármat adtak a Bayernnek, mint a húzat, azt hiszem talán hármat. Abból kettőt megint az űrlény, úgyhogy... Én szeretem, én városokhoz kötődöm, rájöttem, hogy ha valószínűleg, ha Madridba lettem volna életemben, akkor Real Madridos. Hát mivel Barcelonában voltam, így barszás vagyok. Na most körülbelül annyira vagy barszás, mint én zalaegerszeges vagy. Körülbelül, igen, vagy de ez nekem vagy pont elég. De pont. És ismerek egy játékost, ott focizik a Ronaldo, ugye? Körülbelül annyira vagy barszás, mint amennyire én az F1-ben a Bottasnak drukkolok. Tehát körülbelül ez a hasonlat kettő között. Te már voltál Bottasban. Én már voltam Bottasban, te már vagy barszás. Gyerekek, azért az döbbenetes, hogy itt vagyunk négyen férfiak. Bocsánat, hogy? Hát hárman plusz a Zsűr. Ja, úgy már más. Négyen. Na, mondom, kérlek. És azért az ritka, hogy a magyar lakosságból statisztikailag összetud úgy jönni négy pali, hogy egyikünk se él hal a futballért. Azért nem, minden családban van egy, minden rádióműsorban van egy, minden tévéműsorban műsorvezetőként valaki tud a fociról beszélni. Gyerekek, mi olyan hülyék vagyunk a focihoz, mint az állat. Hát valljuk be őszintén, hogy annak idején mindannyian átélhetük azt az élményt, talán te nem annyira, de Feri meg én biztos vagyok benne, hogy átéltük, hogy akkor jó, csapatválasztás, igen, jó, és ki legyen a csapat, kapus, jó, Feri. Jó, ki a kis Jani. Tudod, tehát, és vele, nem áll, nekem, figyelj, ne a Jani maradjon már, nem. De most mit vázoltál, bocsánat, csak a csapatosztás. Hát, ja, hogy osztanak le a csapatot. Igen. A gyerekkorunkban, hát ezt mindannyian átélhettük. Amikor választanak, tudod, és akkor az első két-három körben elmennek a legjobb játékosok, és a végén már tudod, hogy árválkozsz, és akkor tudom, már várod, nagyon valaki, tudod, hogy te leszel az utolsó. Jó, Feri, nagy darab, kitakar egy csomót. Én tapadtam ki a legtöbbet, így van. A kapuból legyen ez. Na, ennyi kvalitás. Én mindkét végletet megértem, mert általános iskában azt hiszem, hogy jól focizom, és azonnal kiválasztottak. És aztán bekerültem gimnáziumba, ahol rájöttem, hogy egyáltalán nem, mert sokkal jobban fociztak az ott lévők is. Én ott éltem át ezt. Az a két legjobb választ, az Ofő kijelölte, vagy a tesi tanár, ha focisztunk, két legjobb választ, egyik csapat kap más, amit te is, és elkezdtem ezt. És ott ugrálsz, engem is. És állsz. Egy idő után már tudod, hogy nem ugrálsz. Egy idő után túl akarsz lenni az egészen. Nem ugrálsz. Az elején ugrálsz, amikor nem ismered az osztálytársaidat, ők viszont megismernek és a képességedet is, és egy hónap múlva már csak szorongsz. És már mindenkit elvittek majdnem. És én álltam ott meg egy Marci nevezetű srác, tudod, aki klopkatyámban. Akkor legyen Balázs, hogy legalább fejjel jó, mindig belakad a labdaban. Körülbelül, tudod, és amikor így legyintésre választottak, hogy na jó, gyere Balázs, akkor éreztem, hogy a futball nem az enyém. Azóta egyébként néhányszor játszottam kis pályán, de valóban nem. Valóban nem. Fura lehetett neked kis pálya. De hogy gyerekek, statisztikailag azért ez megdöbbentő tényleg, hogy itt senki nem Real Madridos, hogy itt senki nem barszás, hogy itt senki nem üvöltözik ma reggel vagy tegnap reggel, hogy Forza Juve, és jön be egy Juve-sába, hogy úristen, hát a Juventus rádióban, mint a Dénes Tamás, a legnagyobb, azt hiszem pont Juve rajongó. Tehát mindenhol tényleg vannak foci rajongók, mi meg ülünk itt, és ez a... Ki játszott? Ki? Aha. Suárez. Az. Ki az a szóval? De én ezt valahol bírom. Én ezt valahol kicsit bírom, hogy tök hülyék vagyunk. Felfedezések, kora Suárez. Igen. Tehát egy nagyjából se hülyék vagyunk a focihoz. De tényleg, ezt én kedvelem. Én utoljára magyar csapat, amire odafigyeltem, az az MTK volt, még az Illés Béla idejében. Igen, hát az Illés MTK. Mert a Bélát... Én mondjuk Metro, de... Az Illés. Az MTK stadionban az Illés, az jó volt. Az jó Metro, volt. Omega, de igen. Én a Bélát kedveltem. A Béla jó. Jó, én is néztem focit, amikor a Fradi a nagy Fradi volt, és a Simon Lipcsei Telek, erről sokat beszélő a Grasshoppers ellen. Én arra jártam ide ki gimnáziumban még drukkolni a Ferencvárosnak, mert a csajom fradista volt. Igen. Meg és belefolyt az Unikum, belefolyt a távirányítóba, kicsit összeragadt a gogó, most nem tudtál el. Nem, igen, nyomkodtam. Nem, a gimis csajom fradista volt, és elkezdett meccsekre vinni. És elkezdtem vele járni, és megtanultam. És a Grasshoppers úgy néztem otthon a tévén, hogy mikor gólt lőtt kilőtte a szélről azt a gólt? Egy játékos. Nem, már kommentálhatott. A Vince így van, akkor kirohantunk az erkére, és üvöltöttünk. Tehát volt amennyire is fradista, aztán zakítottunk meg. És ha nyert a csapat, akkor nagy szex, ha nem, akkor semmi. Nem volt még nagy szex. Ja, Kimiben, matatás, alibizés, hol vagy? Jaj, de fáj. Hagyjuk, már jól aludjunk. Igen, ne. Így van. Jó, jól aludjunk, tudod. Alibi almás, tudod. Egyel feljebb, ha kérhetem. Már nagyon.
Már ott még csak alibizés volt. Na, drága hallgatók, már most mondom, hogy mivel foglalkozunk 2 óra után, mert hogy jöhetnek az SMS-ek, jöhetnek a kérdések, ugye próbálunk megint... Meg mert kihűl a kávénk, és meg akarom inni. Nem, ugye a banki elszámolással összefüggésben, hát gyerekek, mindenkinek vannak kérdései, az ország nagy része vagy kapott levelet, és nem elégedett. Vagy kapott levelet, de elégedett, ebből van kevesebb. Vagy kapott levelet, nem elégedett, mert többet szeretne, de nem tudja, mit kell csinálni. Aha. Vagy nullás összegről kapott, ahogy az Anna. Vagy még nem kapta, ahogy a Feri. Szóval, hogy vannak biztos kérdések. És baromi nehéz ebben igazságot tenni, illetve megmondani a frankot, mert hogy minden szerződés tök más. Nyilván minden szerződés egyedi elbírálás alapján perelhető, nem perelhető, de mi mégis felhívjuk a pénzcentrum szerkesztőjét, hogy azokra a kérdésekre, amit ti elküldtök nekünk, ő megpróbáljon válaszolni. Mit kell tehát tenni? Van még fél órátok, a következő fél órában, 3-4 órában szépen megfogalmazni azt a kérdést, hogy mi a fene legyen az érlevelemmel. Pereljek, ne pereljek, kinek küldjem, hova küldjem, ennyi jött, de annyi. Mert hogy szerintem, gyerekek, ember nincs a földön, aki a levél alapján meg tudja ítélni. Nem? Te még nem tudod, hogy mit kell. Nem tudod, hogy mit kell. Én láttam ilyen levelet, figyelj. Láttam. Háromszor mentem el vele a budira. Mondom, itt legalább jó. Átnézed. Hogy már. Na jó, menjünk. Tehát körülbelül ez volt, mert hogy ember nincs, aki azt érteni. De majd mi ezeket a kérdéseket megkérdezzük hét után, és hát ha néhány hallgatónak segítünk, ez a célunk egyébként. Igen, de ha kérhetjük, akkor ne olyan példát, vagy ne olyan kérdést írjatok, hogy 8 milliót vettem fel, ne, 5 évig fizettem, igen, 3 milliót havonta, még mindig tartozom 12-vel, de adtak vissza 500 ezeret. Jogos-e? Így van. Erre Péter nem fog tudni válaszolni, mert azt fogom mondani, hogy látnom kell a szerződést, el kell olvasnom, de ez nem. Csak az, hogy mégis inkább általános kérdéseket, kihez lehet fordulni. A bankomat hívja, meddig kell megkapni a levelet. Mit nem kaptam, mit csinálja, kit hívjak. Tehát az olyan általános jellegű kérdésekre kell keressük a választ, ami sokakat érinthet, egyéni szerződésen belüli kérdésekre nyilván nem fogunk tudni válaszolni. Viszont olvasgatok különböző hírportálokat, hát sokan nem azt az összeget kapták, elégedetlenek, picit úgy érzik, hogy átvágták őket, vagy más volt az ígéret. Többet kaptak. Nem. Várcsak. Ilyen kérdéseket nem várunk. Igen. Többet kaptam, hova utaljak vissza. Bárcsak ilyen lenne. Na nézzük, mit írnak korán kelő hallgatóim. Azt mondja, hogy megírta a hallgató, aki írt, hogy ez most élőadás, válaszolt, nem, gyerekek, kamionban ülök, 4 óta úton vagyok, mindig benneteket hallgatlak, ez a mai adás kicsit furán kezdődött. Aha. Ezért kérdezte Feri, hogy élő. Ugye beszéltünk arról, hogy teljesen hülyék vagyunk a focihoz, egy hallgatónk le is csapott erre, Bali, ne korlátozz le magad, nem csak a focihoz. Nagyon szépen köszönjük. Így van. Aztán azt mondja valaki, hogy a Vogát is szeretem. Köszönjük nagyon szépen. Jó. Mi is. ez is nagyon-nagyon jó SMS. Azt éjszakás voltam, aludnom kellene, de helyette titeket hallgatlak. Büszkék vagytok rám? Várom a hétfőt, én ott leszek Sopronban. Hello, Viki. Maximálisan. Viki, egy nagy puszi neked. Gyere, mondd meg, hogy te vagy a Viki, aki írtál SMS csütörtökön. Na, most 30-an fognak oda jönni. Viki vagyok. Te vagy Viki, aki írtál ezt. Aha, bocsánat, ez értelmes, ezt nem mondom. Ja, az, te vagy Viki. Úgy tűnsz, mintha inkább Józsi lennél, mint Viki. És egy csomó fognak így ide jönni, de nem baj. Azt mondja, hogy micsoda, Balázs úgy focizik, na, ezt nem értem, mert a foci gyerekjáték, a sport a jégkorongnál kezdődik. Lali, így van, köszönjük szépen. Azt mondja, hogy Fekete-Fehér Igennemre jelentkeznek nagyon-nagyon sokan. 180 férfivel dolgozom, 5 embert érdekel a foci, hajrá, Barca. Lehet, hogy akkor a magyar lakosság nagy része kiábrándult ebből. Igen. Oké, hogy állunk játékkal? 2-1-re vezetünk mi. Igen. 2-1. Így van. Hétfőn én nyertem, kedden te buktad, szerdán Jani nyerte. Vagyis? 2-1. 2-1-re megyünk. Igen. És még van 2 nap. És még van 2 nap. Jól van, lehet jelentkezni játékra. Ha valaki ír nekünk SMS-t, örülünk neki, tessék arcoskodni, egészen nyugodtan kihívni bennünket. Verhetőek vagyunk, azért ez most bebizonyosodott az elmúlt 2 hétben. Uh-huh. Igen, de nem nagyon. Nem, egy kicsit verhetőek vagyunk. Én legalábbis, van ilyen. Nem, én legalábbis sebezhető vagyok egy ideje, de bárkivel lehet játszani. Meghallgatjuk Ákos híreit, aztán jövünk a játékkal a hírek után. Morning Show, Sebestyén Balázsa, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival, itt a Klassz FM-en. Hamarosan folytatunk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:47 múlt, pontosan 4 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hát, ha valaki most csatlakozott adásunkba, azoknak mondom egyrészt, hogy jó reggelt, hello, kettő, hogy
7 óra után hívjuk majd a mi Péterünket, aki már többször nyilatkozott nekünk, a pénzcentrum szerkesztőjét, nagyon jól beszél, nagyon ért a dolgokhoz, és ugye a megérkezett, kézhez kapott banki levelekkel foglalkozunk 7 után, egy röpke 10 percig. Fontos, hogy tényleg ne azt küldjétek, hogy 4 éve fizettem, ennyi a törlesztő, mennyit csökkent jogos-e, arra nem tudunk válaszolni, hanem általános kérdéseket, hogy egész egyszerűen tényleg mi az, amiben mi tudunk segíteni, mi az, amit megkérdezzünk, ami a ti szerződésetekre vonatkozik ugyan, de általános jellegű, nem tudom, hogy ez érthető-e így. Egyébként, hogy nullást kaptam, nem kaptam még, ha van panasz, ha nem értem, hova menjek, tehát, hogy nyilván egyéni szerződésekkel nem tudunk foglalkozni. Ezt Péter is el fogja mondani, hogy minden szerződés más, viszont van egy csomó kérdés, mert hogy rengeteg ember csalódott azzal kapcsolatban, amit ugye látott, mint elszámolás, mint végösszeg, és hát biztos, hogy vannak kérdések, már egyébként nagyon-nagyon sok jött, úgyhogy ezzel folytatjuk majd 7 óra után. Most viszont játszunk, már itt is van a játékosunk. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt. Halló, jó reggelt nektek. Hello. Szia. Az Gizi? Hello, Gizi. Hát inkább Gizella, Gizus. Ugye? Tudom, ez ilyen sokféleképpen becézhető név. Igen, Gizella. A Gizi olyan kemény, a Gizike mindig az idétlen titkárnő. Igen, igen. Tényleg nem egy könnyű név. Nem egy könnyű név. Igen, Gizi, igen, Gizikem, igen. Gizuskám. Igen, tehát ez így nehéz. Honnan hívtál minket, Gizi? Pécsről. Várj, mit mondtál? Gizikém? Gizus. Legyen. Gizus. Jó. Na, kivel szeretnél játszani? Janira gondoltam. Mi is sűrűn gondolunk Janira. Bizonyám. Most például, hogy ő játszhat végre. Bizonyám. Jó. Örülök neki, jó. Oké, legyen ez így. Indítjuk is az órát. Felkészült-e, Gizus? Remélem. Akkor 3-2-1 és tessék. Bocsánat. Sokkot kaptam. 3-2-1 és tessék. Gizus, mivel foglalkozol? Pénzügyes vagyok. Úgyhogy kicsit száraz dolog, de voltam hírszerkesztő is. Hírszerkesztő rádióban? Egy helyi pécsi rádiónál, igen. Kereskedelmi itt rádió. A vége, köszönjük szépen. De már szerintem az előbb is volt egyébként. Büszke vagy rá, de... Igen. Úristen, annyira készültem rá. Talán ez volt a baj. Szép, hogy a túlkészülés az ugyanolyan, mint amikor az ember nem készül. Így ugyanolyan drukkot okoz. Nem ugyanolyan, mert akkor én most veszítettem volna. Ez a készülés, ez csak annyi, hogy ahogy az Anna fölhívott, onnantól lelkiekben igyekeztem a válaszra készülni. Ja, azt hittem, hogy hónapok óta gondolkozol, hogy írjál ennek. Ez az első alkalom, hogy írtam nektek. Gizus, hát ez nem volt hosszú, és már szerintem a mostani igened előtt is volt valami, amit én úgy félfülle hallottam, de ez nem biztos, hogy volt. Pedig olyan szimpi hangod van, fenn vagy a fészen. És a Tinderen. Gizus. Mennyi idős vagy? Hát sok. De, hogy is? Na, mennyi? 49. Mm-hmm. Hogy van az, hogy férfiaknál, akik fiatalabbak és többet hallunk, Gizusnál, azt hittem, hogy ilyen 30 évesek. 20-30. Nem, a kérdés inkább az, hogy miért van az, hogy bármilyen életkort mondtál volna, azt mondanám, hogy Azt tudjuk, hogy miért van. Ez is egy jó kérdés. Ez is egy jó kérdés, igen. Gizus, köszi a játékot. Köszönöm, puszi nektek. Szép napot. Áros, gyönyörű volt, 3-1 ez a hét, és a miénk 14-2 a heti állásunk, gyerekek. 14-2? Hát, gyerekek, hát ami jár, az jár. Ez az. Ami jár, az jár. De azért játszunk. Majd a kitelepülésen elpopsiznak minket. Ott élőben vagyunk, be kell jönni az üvegstúdióba. Á, amikor be kell jönni. Az. Újra aratunk. Persze, hát azért újra aratunk. Sok hallgatott frusztrál, amikor bejön az oroszlán barlangba, és megjegyzi, hogy ugye nem véletlen a név. Igen, az elnevezés, hogy oroszlán barlang. Szellőztetünk mindig. Csornát trafiznak, Fejér Szeádból mérnek a Győri úton, MOA küldte nekünk. Aztán Feri, láttalak a kaszában, hirtelen azt hittem rá, hogy a Csiszár Jenő vagy. Jó, nem tudom, mekkora dicséret. Ezt én sem tudom, hogy ez ugye? Bók vagy nem hova bók, vagy, de hova tegyük ezt a dolgot? Hanyadszor voltál már? Először. Hát volt az, amikor megríkatott, az milyen műsor volt? Ja, még? Az még a régim volt. Ja, jó, régi, régi tévén, én is ezt mondtam, hogy de ilyen rebootolás van, vagy micsoda. Tehát akik voltak, az egy
szuperen, azok hát most újra elmennek a nagyra. Ja, igen, hát ha azon nem látta az a réteg, aki azt nézi. Ugye? Ja, értem. Tapolcás üvegúti trafi, de most nem ugyanaz zarikatott meg, vagy nem volt ugyanaz. Most azért sírta, milyen durva lett volna. Feri, nézd, és ugye, ugyanazt a videót. Feri, ugyanaz kell elnyomni, a Super TV 2-ben az nagyon jó volt, mondta a TV, és lenyomtátok ugyanazt. Na, drága hallgatók, jöhetnek akkor a kérdések, és mindenféle olyan dolog, ami a banki elszámolással kapcsolatos, küldjetek el nekünk, mi pedig hívjuk Ráksi Pétert, a pénzcentrum szerkesztőjét, hogy tegyen igazságot és mondjon el egy-két fontos dolgot olyan kérdésekre, amire mi se tudunk válaszolni. Jó, SMS számunk 06 70 645 00 00, bizonyám résen kell lenni. Jövünk, Ákos híre után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra múlt, pontosan 8 perccel. Hello Feri, hello! Hello! Jani, itt vagyunk. És folytatjuk, egy izgalmas témával megyünk mindjárt tovább, ugye banki elszámolás, hát gyerekek, mindenki várta, mindenki várja. Ez az, így jó. Ugye, hogy sokan várták, megkapták, elégedetlenek, sokan várták, megkapták, néhányan elégedettek, sokan várták, nem kaptak semmit, sokan várták, megkapták, nullásat kaptak, nem értik. De teljes a káosz, úgyhogy nem sokára próbálunk hallgatóinkon rajtatok egy kicsit segíteni úgy, hogy felhívunk egy szakértőt, és megpróbáljuk az összes SMS-ben kapott kérdést megválaszolni. Hát már most több száz esetben, nem, előre mondom, hogy ne haragudjon az, aki esetleg nem kap választ az ő kérdésére, általános kérdésekre próbálunk válaszolni, mert hisszük azt, hogy azzal tudunk sok embernek segíteni. Nagyon sok olyan kérdés jött, ami ugye egyéni szerződésekre vonatkozik, hát arra egy picit nehezebb. És ugye az látszik, hogy a hallgatók, akik benne vannak az ügyben, tehát akár megkapták, akár nem, ugyanúgy vannak, mint én. Halvány segédfogalmú nincs. Gyerekek, ugye? Én azt hiszem, hogy senkinek. Szóval itt két választás van, három. Vagy megkapod és nullás, és őrjöngsz. Ugye, tehát Lombard, annak így tudjuk. Azoknak lépni kell. Megkapod, nem érted, de nagyjából tetszik az az összeg, nem kérdezel semmit és visszautaltatod, vagy megkapod, nem tetszik az összeg, és akkor valakihez fordulsz jogorvoslatért, segítségért. Ezek a verziók vannak. Sokan szerintem nyilván elfogadják ezt a dolgot, nem számolnak utána, aztán jó a biztos, utaljátok vissza, és zárjuk le ezt a szörnyű dolgot. Érthető egyébként, természetesen a fene se akar belemenni, még ha ott van mondjuk pár ezer forint a papíron, 200 000, 150 000, hogy még egy jogi procedúra, MNB, saját bankod, ügyvédi költség, mit még tudom, a végén kevesebbet foglalok, így van. Most. Így van. Hát terve. Igen, csak mondjuk, ha most jött három, és egyébként meg öt lenne, akkor... Hát kérdés, ez is egy jó kérdés. Ez is egy jó kérdés. Én szerintem ma Magyarországon az egy ujjamon meg tudnám számolni azon emberek számát, aki megkapja a levelet, és azt mondja, hogy aha, itt van a Bibi. Ja, nincs. Nem, ő nem létezik. Elég felszínesen, de foglalkozom azért pénzügyi dolgokkal, én elolvastam a levelet, gyoborgörcsöm lett. Nem, hogy nem értem, a tisztelt Sebestyént olvastam el többször, mert ott éreztem, hogy ott hol vagyok. Hát ott éreztem, hogy értek valamit a levélből. Táblázatok, elszámolások, százalékok, átszámolások, minden volt. Na. Négy oldalon keresztül. Na hagyjuk, elküldöm a könyvelőnek. Na jó. Megy akkor a könyvelős kosárba. Á, tanú egy, tanú kettő, gyorsan vissza. Ennyi? Felejtsük. Nem, én mondtam, hogy nem, én ebben nem megyek bele. Nem megyek bele még egyszer. Biztos, hogy nem érti az ország nagy részét. Hát hogy nem, tehát ehhez azért valóban képzetnek kell lenni. Egy ember van csak, aki érti. Ez Ráski Péter, ezért hívjuk őt. Így van, őt hívjuk nem sokára. Előtte gyorsan közlekedünk egy kicsit, jó? Addig is jönnek még a kérdések. Azt mondja, hogy nézzük, mi a helyzet az utakon. Egész Szentendre beállt, körülbelül 25 percbe telik eljutni egyik lámpától a következőig. Ezt Dóri küldte nekünk, az okát egyelőre nem látom, Dóri, de ha valaki elküldi, akkor azonnal mondom, hogy miért van ez. Azt mondja, hogy várjál. Nem, ez a Budakeszi út, az más, mindig keverem a kettőt. Budakeszi úton lassú a haladás a belváros felé, Tapolca sümegi út trafi, M1-es baleset Pest felé, a 116-os kilométernél vigyázzon mindenki, az M30-ason szakad az eső, Pisti küldte nekünk, a Gyuri elkerülőn az M1-esen van egy baleset, és Újpesten a Baros utcában a kórháznál trafiznak, ezt Attila küldte nekünk. Na, hát ez a helyzet. Továbbra se semmi? Semmi? Semmi. Uh-huh. Csak a törlesztő részlet? Tisztelt bank? Az megjött. Azt mondtad, hogy az ez megérkezett, megjött, igen. Megjött, hogy mennyivel lógok ebben a hónapban, az megjött.
De nem, de most én utána jártam, most az van, hogyha pörlekedett annak idején a pénzintézet a magyar állammal, akkor a per lezárta után van 60 napja, tehát én június 17-éig várhatok. Ó, hát akkor olyan ez, mint egy jóféle osztálykirándulás, várod, izgulsz. Nem, azt mondták, hogy május 1. Május 1, de van egy-két bankat, akik ugye kitolták. Ez a lakás, a kocsi vagy a szuvidáló? A szuvidáló. Figyelj, fölösleges dolgok, én nem adok pénzt, mint lakás, meg kocsi. Ja, a gyerekek, ez egy ilyen nagy közös magyar átok, olyan jó lenne már ebből, hogy mindenkinek kikecmeregni, nem? Is. Hogy egy... Tessék? Is. Ebből is. Ebből is. De ez egy ilyen kollektív tudat, ami így összeköt nagyon sok embert. Azért ebbe a legtöbben belemásztunk. Most rábeszéltek, ajánlották, más nem mondtak. Mondták a bankok, persze, de hogy azért ez egy ilyen nagy magyar átok, már olyan jó lenne, minden család ki tudna ebből kecmeregni. Szerintem ez a 2014-2015 meghozza azt a nagy áttörést, amit te is vársz, hogy a lakosságtól rendszeresen jelzed a hallgatóink irányába, és jó lenne egy picit így pénzügyi szempontokból felnőnének, és másképp állnak a dolgok. Muszáj. Szerintem ez a 2014-15, ez a nagy tanulás éve. Muszáj, így van, hogy Marcsikák, Józsikák, Pistikék ne élhessenek vidáman valahol a Szesőr-sziget környékén. Tehát egyszerűen muszáj. Hát ez is egy nagy folyamat, persze, de hát ebbe a legtöbben beleestek, hát ha ott ülsz, nem értesz hozzá, ott ül egy banki ember, rábeszél, neki ki van adva, hogy ezt kell tolni, elfogadod, elhiszed, szóval, hogy ez egy nagy átok. És azok is benne vannak egyébként, csak mondom, akik ugye nem írtak alá annak idején semmit, mert hogy azért ennek a hozadéka az, hogy aki nem vett föl hitelt annak idején, annak is most be kell szállni valahogy. Így van. Na, hát akkor jöjjön a mi szakértőnk, akivel már beszéltünk, és nagyon jókat mond és jól. Ráski Péter, a Pénzcentrum szerkesztője. Hello Péter, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Szia! Sok a kérdés, gondolom én, nem? Van munka bőven. Természetesen. Hát nagyon sokféle szerződés van. Tehát nem illetlenül hangsúlyozzák ki a szakértők, és én is, hogy rengetegféle szerződés van, és rengeteg egyedi eset van. Tehát nem lehet ráhúzni a sémát senkire, és ezért mind visszajáró összegben, mind az adott szituációban máshogy kell eljárni a bankoknak. Kezdjük a legfontosabbal, te kaptál-e vissza? És érted-e az elszámolást? Nyilván láttál már ilyet, hát figyelj, én négyszer elolvastam, és mindegyik olvasás után egyre jobban gyomorgörcsöm, mert én egy büdös szót nem értek belőle, de tényleg, tehát hogy így van-e olyan ember, aki ezt érti szerinted? Én azt gondolom, hogy igen, legelső magamból indulok ki, ugye mindenki magából indul ki. Én értem az elszámolást. Hát nem egyszerű a szövege valóban, tehát ugye alapvetően egy 7 oldalas dokumentumról van szó, amit az MNB határozott meg, hogy hogyan kell kinézzen. Igazából a legfontosabb része a harmadik oldal. A harmadik oldalon van ugyanis a táblázat, ahol megtaláljuk a számokat. Ugye ebben a táblázatban igazából három dolgot érdemes figyelni, a kamatot, itt ugye megtaláljuk a korábbi kamatot és az elszámolás utáni és esetleg forintosítás utáni kamatot, megtaláljuk a korábbi és a mostani törlesztő részletet és a tartozást. Igen. Igen, tehát ezt mondjuk megnézzük. Valaki lehet, hogy éppen most ott ül, el tudom képzelni, hallgat bennünket, kinyitotta a levelét és nézi. Honnan jövök rá, hogy rosszul számoltak? Tudom, hogy minden szerződés egyedi, és talán nem is biztos, hogy így lehet a levegőbe beszélni, de mégis mit viszonyítok, mihez van erre egy viszonylag könnyen elmondható általános képlet, vagy mi az, ami gyanús lehet? Hát ami gyanús lehet, hogyha mondjuk az egyoldalú kamatemelés elég magas volt, tehát több mint 2%, úgy átlagosan 2-3% között volt. Ha több volt ennél, és a visszajáró összeg az nagyon kevés, akkor például lehet gyanakodni, de ekkor sem biztos, hogy sok jár vissza. Tehát az is lényeges, hogy mennyi ideig volt magasabb a kamatláb. Az is lényeges, hogy mikor vette fel a hitelt az illető. Ez például az árfolyamvést módosítja igen nagy mértékben. Tehát van olyan, aki csak a folyósítási árfolyamvés miatt kap vissza egy jelentős összeget, és a törlesztési árfolyamvés nem is volt lényegesen nagy mértékű. Uh-huh.
Tehát attól is függ, hogy adott nap, melyik napon folyósított a bank. Tehát egyébként mit tapasztaltok? Nyilván tudom, hogy nem hozzátok mennek be a panaszos levelek, csak kérdezem általánosságban, hogy akikkel ti beszéltek, azok, vagy akik már kiszámoltatták újra, korrektek a banki levelek, vagy sokan számíthatnak arra, hogy azért a bank ugye azt mondja, hogy hát 50 ezer, csak mondjuk emberenként, azon én megsporolok jó sokat, és mondjuk 50 ezerrel kevesebb. Tehát mik a visszajelzések? Ami konkrét elszámolási értesítőt láttam, az korrekt volt. Korrekt volt, aha. Ott valóban azért volt alacsony az összeg, mert nem volt kamatemelés például, tehát ugye tisztességtelen sincs, akkor nincs is miatta visszajáró összeg, tehát azért ezt le kell szögezni. Ugye sokan reklamálnak, inkább arra érdemes kitérni, hogy az ügyfelek nem értik, hogy ugye miért tartoznak többel, mint amennyit annó felvettek. Ugye legtöbb esetben ez azért fordulhat elő, mert a lakáshitelek igen hosszú futamidejűek, és ugye a tőke tartozása miatt lassan csökken. Na most, ugye volt az árfolyam növekedés, a felvételkor ugye általában olyan 160-180 svájci frankon vették fel az ügyfelek a pénzt, ami ugye a forintosítás után is ugye 256,47 forint lett, így hát aztán a tőketartozás is ugye ekkora mértékben nőtt. Ez olyan 60-65% közötti. Azért ez nem hát kevés. Hiába fizetsz, az nem kevés. Tíz éve még odáig se. Még odáig van. Jó, nézzünk egy-két konkrét dolgot, hogy mondjuk én megkapom, elégedetlen vagyok. A bankomat hívom egy hozzáértő emberrel, és sétálok be hozzájuk. Az MNB-nek jelzem, kinek szólok, hova megyek. Ha mondjuk én azt érzem, és értek hozzá, vagy valaki elolvasta, ügyvéd, vagy ért hozzá, és azt mondja, oké, menjünk, panaszkodjunk. A saját bankomnál kell kezdeni? Végül is igen, de nem úgy, hogy a fiúba megyünk be. Tehát megvan a folyamata, hogy hogyan érdemes a panasztételt, és hogyan érdemes, kihez érdemes fordulni. Először is azt érdemes megnézni, hogy néz ki a részletes elszámoló. A legtöbb banknál egyébként ezt online meg tudjuk tenni, tehát le tudjuk tölteni, nem is kell bemenni hozzá a fiókba, ugyanis az elszámolási értesítőn küldik az ehhez szükséges adatokat, egy belépési kódot és jelszót, amely alapján ugye be tudunk lépni az online rendszerbe, ahonnan a saját részletes elszámlásunkat letölthetjük. Tény, hogy ez ugye még bonyolultabb dolog, tehát ennek is két verziója szokott lenni általában a bankoknál. Egy rövidebb kivonat, ami talán még átláthatóbb, de van egy hosszabb, ami egy olyan 180-200 oldalas. Atyaisten! Oh! Hát abba bele sem menjünk, mert az nem komoly talán. Ehhez ugye már szakember kell, de látni kell, hogy ez az, ami tényleg tartalmazza azt, hogy akkor most mi alapján jár vissza. Okay. Van, aki egyébként azt írja, hogy megpróbálta, aztán azt írta neki az oldal, hogy majd őt keresik adategyeztetés miatt, és nem tudta ezt letölteni. Uh-huh. Mondjuk nézzük a lombárdosokat, nekünk van egy stábtagunk, Anna. Létezik, hogy valaki 0 forintot kapjon vissza? Létezik olyan pénzintézet, aki egész egyszerűen nem hibázott semmiben, és azt mondja, hogy tőketartozás, ennyi visszaerőszeg, ennyi igazságtalan felszámolt. 0 forint, rengeteg hallgatónk írja, hogy lombárdos vagyok, 0 forint. Na most igen, a Lombardtól hallottuk ezeket a híreket, hogy sokan, ugye először volt egy probléma, hogy nem akartak egyáltalán elszámolni az ügyfelekkel, mivel ők haszongépjárművet vásároltak, azonban hát a jegybank némi nyomására végül ettől visszakoztak, úgy néz ki, de ugye hallottam én is ezt, hogy 0 forintot számolnak el. Saját szememmel láttam Anna levelét, nem néz ki jól. Minden nulla rajta. Minden nulla. Igen. Ennyi nullát már régen láttam. És a nullák előtt nincsen szám. Nem néz ki jól, igen. Na most, hát ez úgy fordulhat elő, hogyha mondjuk nem volt kamatemelés, tehát nem emelt kamatot a Lombard, és hát az árfolyamlés mértéke is kicsi volt, akkor lehetséges, hogy nullás az elszámolás, hiszen ebben az esetben a tisztességtelenség sem volt olyan jelentős. Még egyszer hangsúlyozom, hogy a tartozás és a törlesztő részlet emelkedését elsősorban egyébként nem ez a két tényező határozta meg, persze ez is hozzájárul, hanem egész egyszerűen, hogy a svájci frank árfolyam az elszállt. Jó, nézzünk egy-két konkrét kérdést, jó? Azt mondja, hogy miért a lezárt szerződéskor érvényes CHF napi árfolyamon számították ki a visszatérített összeget? Ezt Feri kérdez, egy jó kérdés egyébként. Tehát a szerződés lejáratakor? Igen, a lezárt szerződés. Igen, kérdés, miért a lezárt szerződéskor érvényes svájci frank napi árfolyamán számították ki a visszatérített összeget?
Hát valószínűleg, hogy ugye az árfolyam az, amin a banknak el kellett számolnia. Tehát lezárt szerződéseknél úgy néz ki, hogy ugye folyt a szerződés, és akkor volt egy árfolyam, ami alapján ugye elszámolták a tisztességtelen árfolyamrészt és egyoldalú kamatemelést. Aha. Itt valaki ugyanezt kérdezi, hogy a tisztességtelen felszámított összeget milyen árfolyamon kell átváltani a banknak? Tehát tényleg az akkori, amikor tisztességtelenül számították, vagy az azóta kevesebb, vagy nagyobb, vagy több törlesztő részlet, mármint hogy árfolyam. Mondtad, hogy ezt én sem értettem egyébként, hogy meghatároztak egy euró árfolyamot, és azon számolták át forintra, hogy mennyit kell visszautalni. Miért pont az? Ugye hát valamilyen árfolyamat muszáj meghatározni, hiszen forintban fizetik ki az ügyfeleket. Uh-huh. Ugye devizalapú szerződésekről van szó, ezt ugye kimondta a kúria, hogy ugye valóban devizahú szerződésekről van szó. Ugye ezt is vitatják a devizahitelesek egy jó része. De hát meg kell határozni egy árfolyamot, hiszen ha nem határozunk meg árfolyamot, akkor devizában kellene visszatéríteni. Viszont ugye az embereknek ez eleve nem annyira szerencsés, és hát az elszámolás az ügyfél felé forintban volt ugye az esetek többségében. Uh-huh. De ez egy ilyen éves banki közép? Ez az árfolyam? Mert hát ugye az árfolyam az folyamatosan bármelyik devizáról van is szó, gyakorlatilag folyamatosan ingadozik. Nyilván ingadozik. Hát a lezáráskor, lezárt szerződések esetén ugye megvan, hogy melyik napi árfolyamat kell alkalmazni, ugye ez az MNB közép valóban, tehát ez nem a bank által meghatározott árfolyam. Minden elszámolási árfolyamnál most már és minden hitelnél felvett új hitelnél, és az MNB közepét kell figyelni. Oké. A 0 forintos elszámolást kaptam, nem értek vele egyet, részletes elszámolást kérlek, addig a kiküldött törlesztőt fizessem? Kérdezi egy hallgató. Nyilvánvalóan, tehát nem szabad megállni a törlesztéssel, hiszen akkor elkezdődik a késedelmes folyamat, és hát ugye egy idő után már a további folyamatok is, amik ugye elég messze nyúlóak, ebben most nem mennék bele, tehát tovább kell fizetni igen a szerződést, és hogyha jogorvoslattal szeretnénk élni, akkor ugye ebben a dolgon kell elindulni. Ugye beszéltünk a részletes elszámolásról, de vannak további lépcsőfokai is a jogorvoslatnak. Tehát utána, hogyha nem vagyunk elégedettek a részletes elszámolással, és hát ebbe meg is tudjuk mondani, hogy mi a hiba benne, akkor panasszal kell élni a bank felé, ezt írásba kell nekik leadni, és hát ebben a panaszban ugye le kell írni, hogy mi a probléma tulajdonképpen az elszámolással. Uh-huh. Igen, fontos, hogy nekünk kell megnevezni, annyi nem elég, hogy nem vagyunk elégedettek, igen. Hanem, hogy mi van. A konkrét probléma. Igen. Első lépés biztos, hogy egy ügyvéd vagy egy pénzügyi szakértő, mert hogy én nem fogom tudni leírni, hogy mi a probléma az elszámolásban, az tuti, ugye? Tehát kell valakit keressek, aki ért hozzá. Valószínű, hogy igen. Tehát, hogy kelleni fog az, hogy... Hogy valaki szakértőt vigyünk. Okay. A kérdésem az, hogy nekem már tegnap küldték az összeget, levontak 1 milliót, a törlesztő részlet közben megemelkedett 75 ezerről 90-re. Létezik, van-e ilyen, alig tudtuk kitermelni és megélni, hova forduljunk? Tehát gondolom, hogy a tőketartozásból levontak, úgy írták jóvá, de közben a törlesztő részlet, a havi törlesztő részlet megemelkedett. Ez szabályos, lehet-e ilyet csinálni? Lehetetlen, ma nehéz megmondani. Tehát ez egyedi eset. Valószínűleg árfolyamgátlás szerződésre lehet szó, ami hát annyira nem egyedi eset, hiszen a jelzálog hitelesek közel egyharmada árfolyamgátlás. Esetükben ugye lehetőség van arra, hogy benn maradjanak az árfolyamgátba, de ki is léphetnek onnan. Ezt egyébként nagyon, nagyon végig kell gondolni, mert hogyha benn maradnak az árfolyamgátba, akkor ugye a rögzített törlesztő részletet fizethetik tovább. Viszont amint lejár az 5 év, ugye az árfolyam rögzítés 5 éve, onnantól kezdve ki kell fizetni ugye a felhalmozódott összegeket is. Nem egy egyszerű döntés. És nagyon sokan kérdezik, mert sajnos úgy jártak, hogy a bank elvitte az autót, és átadta a hitelt adósságkezelőnek. Van aki, illetve sok hallgató már évek óta oda fizet. Onnan várható elszámolás, vagy azt felejtsék el? Követeléskezelőtől is kapunk elszámolást, viszont nekik jelentkezni kell. Tehát, hogy
Ők nem automatikusan küldik az elszámolást. Na, ez milyen fontos. Tehát nekik meg kell keresni az adósságkezelőt, követeléskezelőt, és nekik kell jelentkezni, hogy adjatok vissza pénzt? Igen, tehát az ügyfélnek kell jelentkezni a követeléskezelőnél, hogy szeretné kérni az elszámolást, és onnantól kezdve nyilvánvalóan ő köteles elszámolni az ügyféllel. Ez nagyon fontos. Egyébként ez miért van így? Miért nem automatikus, hogy ők is kiküldik? Hát elég különleges szabályok vonatkoznak a követeléskezelőkre, tehát ők eleve már ugye egy hitelportfóliót vagy hitelt vásároltak meg, tehát kicsit más. Az élő szerződéseknél miért ők döntik el, hogy levonják a tartozásból és nem visszaadják készpénzben? Kérdezi valaki. Sok hasonló kérdés jön, hogy ők inkább megkapnák készpénzben, nekik az nagyobb segítség lenne, mint hogy levonják mondjuk a tőketartozásból. Erre van esély, vagy ha ez egy ilyen döntés, akkor ezt nem lehet megtámadni? Hát ezt nem lehet, a törvény, ugye a forintosítási törvény azt mondja ki, hogy a tőketartozásból, illetve a tartozásból kell levonni. És hát ugye nyilvánvalóan a bank nem fog a törvény ellen menni. Persze, ez csak fontos kérdések, mert nagyon sokan ezt nem tudják. Nem lehet. Ha valaki már kapott vissza pénzt, akkor azt be kell írnia az adóbevallásába? Nem kell. Én úgy tudom, hogy nem kell, bár adózáshoz nem annyira értek, megmondom őszintén. De úgy tudom, hogy az adóbevallás... Nekem is az a logikus, mert a leadózott jövedelemből fizettem ki a részleteket, de nem csodálkoznék, ha az lenne, hogy 300 000 forintot visszakapott, tüntesse föl. Jó, de akkor ezt nem tudod pontosan. Ez sajnos nem adóhoz nem értek ilyen szinten. Egy adószakértőt érdemes lehet megkérdezni ebben a témában. Na, hát ezek voltak a legáltalánosabb kérdések. Nagyon sok jön még, de azok már egyéni szerződésekre vonatkoznak, tehát szakértőnek mutassuk meg, tudjuk, hogy hova kell menni. Van még olyan fontos kérdés, amit nem kérdeztünk meg, de te el akarod mondani, mert tőletek sokszor megkérdezik? Hát mindenképp elmondanám még a harmadik lépcsőfokát. Igen? A jogorvoslatnak. Ugye, ha nem vagyunk elégedettek a panasszal, illetve nem jön válasz a panaszunkra a banktól, akkor kell fordulni a pénzügyi békéltető testülethez, akik hát az MNB-vel tulajdonképpen szorosan együttműködve kivizsgálják a panaszt, és elbírálják, hogy kinek van tulajdonképpen igaza az adott témában. Ez is fontos, hogy ezt is tudjuk. Jó, hát reméljük, hogy tudtunk segíteni. Péter, szerintem sok hasznos dolgot elmondtunk. Nyilván ezt te is mondtad, mi is mondtuk, hogy rengeteg kérdés azért nem tudunk válaszolni, mert egyedi szerződések, egyedi döntések, látnod kellene, és azután tudnál segíteni. Reméljük, hogy aki bajban van, majd nem egyértelmű el tud menni és segítséget kérni. Nagyon szépen köszönjük! Jó munkát nektek! Köszönjük szépen, Ráski Péter, a Pénzcentrum egyik szerkesztője volt itt velünk adásban. Gyerekek, azonnal szakemberhez menni. Nem tudsz mit csinálni. Én azt gondolom, az előző beszélgetés is számomra azt bizonyította, hogy én sem vagyok túl magasan kvalifikált pénzügyi ügyekben, de úgy azért egy pár dolgot értek a világból. Én nekem az lesz az első, ha megjön, keresek egy embert, aki nevezél. Ha megjön, akkor rá fogsz gyújtani. Egy nagyon nagy ízére. Nem, biztos, mert remegő kézzel meglátod, hogy nem erre számítottál, igen. Egy 200 eurósra rá fogsz gyújtani. Ja. Az a legjobb, ne legyen elvárásod. Állj úgy, hogy járhatok úgy is, mint az Anna, hogy nulla jön, és ahhoz képest nézd meg, hogy menjön, igen, szegény lombardosok. 7:30 pontosan, Óbe bácsira, Beru nénire lehet jelentkezni, ha valaki játszana velünk, mi pedig jövünk. Ákos, hírei után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan, 2 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és még egy fontos SMS, csak gyorsan, mert ez kimaradt az elszámolásokkal kapcsolatban. A szakértő nem mondta, hogy az ügyfél nem ért egyet az elszámolással, első lépésben panaszt tehet a pénzügyi szolgáltatóhoz, és utána menjen a pénzügyi befektető testülethez. Köszönjük szépen, mindent elmondunk. Igen, isteni a triótól, köszi, hogy vagytok nekünk, rengeteg kérdésre kaptunk választ. Péter írtekünk egy ilyen SMS, köszönjük szépen. Igyekeztünk, hát nyilván vannak még kielégítetlen hallgatóink, nem tudtunk mindenkinek segíteni. De ez 2 különböző téma. Mind a kettőn próbálunk meg majd segíteni, hiszen jövő héten kitelepül. A kielégítetlen hallgatókon is. Jövő héten kitelepülés, Sopron Deák tér, május 11-én.
leszünk Sopronban, aztán Kecskemét, Baja, Salgó, Tarján, napi lapokban, heti lapokban, klassz.hu-n, morningshow.hu-n, mindenhol ott vannak a helyszínek, keresetek bennünket, és nézzétek, hogy hol leszünk, de mi is mondjuk sokszor. Trafi a 4-esen a 238-as kilométernél, a Bocskai kertnél, rendőrskoda Fábiából, miért mindenki vigyázzon, köszönjük szépen. Valamint azt mondja, az M6-oson Szekszárd közelében több kilométer hosszan tele van a pálya, kavicssal, óvatosan menjen mindenki. Köszönjük szépen. Fordítva aszfaltozás van. Tudod, előbb aszfalt, sóder, víz, és a víz van legtetején, aztán a kavics. Igen. Ja, gyerekek, olvastátok, hogy Bodzoli újra pókot talált? Isten, olyan veszélyesen él ez a fiú. A magyar észventúra harmadik kerületben leszámolt egy... kamra sarkában? Egy félméteres madárpókkal. Hát már a madárpókok is megszöknek, nem csak kígyók. Mi hát történik? Elengedtem, mert már régen írtak róla aztán. Ugye? Én is erre gyarakszom, hogy valahol a harmadik kerületben kiszabadul egy állat, akkor Bodzoli jelzi, hogy ő még van. Tessék hívni. Veszélyes egy madárpók, ha én látom, vagy a gyerekkel látom, meg marhat, haraphat. Egy csomóan így magukra teszik, tehát nem mondanám. Nem különösebben. De van, amelyik igen, van, amelyik nem. Ráadásul egy rendkívül érzékeny rovarról van szó, tehát nagyon könnyen elpusztul. Tehát ha lefújom kemóval, akkor kemotox, akkor elpusztul. Ha meg ha rátolatsz az autóval, akkor is, tehát egy nagyon érzékeny. Tehát érzékeny, ha kitépkedem a lábait is, végignézem, hogy vonzolja a testét. Nem csak minden gondolkozom, hogy a gyerekkel játszom kint a kertben, és ott van. Akkor tegyek rá egy befőttes üveget, és hívjam Bodzolit, vagy fogjam meg nyugodtan, inkább befogjam. A gyerekre. Miért tenél befüttes üveget a gyerekre? Mert nagyon döcsög, amikor én befülled alatta. Apa, szavanít. Na, felhívjuk a magyar észventúrát, aki már itt is van. Bodzoli, jó reggelt! Hello! Sziasztok, jó reggelt! Hello! Na, mi van? Ennyire nem megy már, hogy pókokat kell elengedni a harmadik kerületbe? Nem, gyerekek, ez nem itt történt. Persze, persze. Na, menjél, legyere vissza, menjél, szaladj egy kicsit, tudom, hogy szeretsz. Az az igazság, hogy én ezzel a pókkal nem is találkoztam, amiért kiértem a helyszínre, addig elvitték ezt a pókot. Már kik? Tűzoltóság? Nem, a tűzoltóság szóltak nekem, hogy látnak egy pókot, egy madárba, át is küldték nekem fényképen ezt a pókot. Elindultam kifele a helyszínre, és amire kiértem, akkor az ottani lakók megtudták, hogy egy fiatal ember él a madárpók, akitől már többször elszökött, ez nem az első eset volt, és hogy haza is érkezett a fiatal ember, az fogott egy befűtés üveget, odatolt a kukákat, és szépen leszette a ház faláról. Ez történt. Egyébként mérges madárpók, ami nagyot harap, vagy barátságos? Hát nézzetek, minden madárpók méreggel öl, na most az tudni kell, hogy nem feltétlenül életveszélyesek, ugye ezeknek a póknak marása, viszont van lehetnek allergiás reakciók, ugye fulladáshoz is vezethet, akkor allergiás... Ha lenyeljük. Hát nem kell, azért feltétlenül lenyelni. Gondolom nem ott a harmadik kezdve fogsz nekiállni, pikikezni madárpókot roston megsütni. Hát picit megforgatod egy kis leget a gyerekek. Hát valami csak kitalálni. Vízen zsömlőbe belevetni. Lehet veszélyes. Azt mondom, nem azt mondom veszélyes, lehet veszélyes, hogyha ugye attól függ, hogy mennyire van legyengül az immunrendszerünk, lehet veszélyes. Tehát főleg kisgyerekekre vagy idős, legyengült szervezetre. Mennyire lehet szocializálni a madárpókot? Tehát neven tudod szólítani, és lábhoz jön? Hát leül-e, oda jön-e, vissza hozzá a fát? Az biztos, hogy nem. Tehát hajúgyári széket nem tűnk egyri sétált, azt mondja, eldobjuk a pingponglabdát visszahozza, tehát ilyen azért nincs. Fél komoly volt csak a kérdés, Zoli, egyébként. Persze. Nyúltunk rá, ha de... Ilyenkor szirénázva mész a helyszíre? Hát úgy indultunk el, de hát fordultunk is vissza. Tehát úgy, mint észventúra, hogy kihajtod a fejedet, és nagyon szirénázol, és nagyon rohansz, hogy befogta. Én adom a szirénát, mert a rendőrök nem kapcsolják fel, én adom a szirénát. A harmadik kerületi vérpók. Olyan volt már, hogy gyere már Zolikám, gyere már madárpók, kimentél, és egy ilyen 4 centis keresztes pók nézett rád vidáman. Volt. Igen? Hát ilyenkor feljön a szirén, és mondom, munka van, akik küldöm őt. Ő meg elrakítja a kopasz búbjával. Menjen inkább ő. Most veled volt a Szilágyi? Nem volt velem a Szilágyi. Azt hiszem, ő volt a sziréna. Nem volt, fodrásznál volt. Én mindenki. Fodrásznál lobogott a haja. Figyelj, fontos, hogy úgy menjen állatot befogni, hogy egyébként jó a haja. Persze, hát úgy csinálja. Főleg, hogy nincs is. Igen, akkor beült egy oké. Röpke szárításra. A madárpóknak a tartása egyébként az valamilyen engedélyhez kötött? Nem. Az a probléma, hogy a madárpókok tartása nem engedélyhez kötött, a skorpiók tartása tartozik a veszélyes állatok listájához. Ugye a madárpókokat lehet kapni átkereskedésekben. Ez itt a legnagyobb probléma, mert hát azért méreggel ölnek most. Bárki bármit mondhat, hogy nem veszélyesek, meg szoktuk látni olyan különböző videókat, bejártásokat, hogy itt a pók karukon sétáltatják a pókot. Hát ugye egyszer marja meg az illetőt, és akkor utána nem biztos, hogy fogja sétáltatni. Már, tehát vannak a bátor emberek, akik ezt megcsinálják, megmelik, mint mondtam, nem minden pók emberéletre veszélyes, vannak erősebb mérgek, vannak kevésbé erősebb mérgek, úgy, mint a kígyóknál.
de ugye ezt nem lehet tudni, hogy az adott pillanat, amikor megmart a pók, éppen milyen gyenge az immunrendszerem. Erre van szérum? Ellenszérum? Nem, a madárpókokra nincsen ellenszérum. Azt a mindenit. Akkor a Szilágyival szivatott ki, hogyha téged megmart. Engem biztos nem, akkor ott döglök meg a helyszínen. Az biztos. Zoli, te már annyi minden túléltél, hogy te egy madárpókú már nem marhatsz bele. Igen, megmar a pók, meghal. Hát méreg van a vérem. Amennyire bevállalós vagy, hát van egy párt, inkább levágod a bal kezed, aztán mész menteni valahol rá. De nem mond, ne mondd már, hogy ha bal mert mi mondat megmar egy madárpók, akkor a Szilágyival nem szivatnál. Biztos nem a Szilágyinak fog szólni. Na jó van, Zolikám, de legalább volt meló tegnap. Eseménydús napjaid vannak, ez eseménydús, a lényeg, hogy valahol mindig elszalad egy fenevad egyébként. Ha most vagy jön a jó idő, most már igen. Most már naponta kétszer-háromszor azért hívnak, ilyenkor mikor van a jó idő. De direkt hívtak, ugye... vagy egy félreértésből kifolyólag, mert valaki azt mondta, hogy csak botan nyúljatok hozzá. Nem, úgy. Egy jó szójáték a nevekkel kapcsolatban, az mindig jó. Ezért fontos volt. Nem, hát van valaki össze, tehát sokan összekeverik azért az a közösséges kívülsiklókat, meg az erdésiklókat, amik Magyarországon ősomosak például. Jó, ezt kicsit magamra vettem, mert én tavaly egy grillpartin kihívtalak, illetve a csajok örjöntek, hogy vipera meg csörgőkígyó, mondom, gyerekek, nyugi, hívjuk a Bodzolit. Aztán nem volt elérhető, és készültem fotót. Igen. Mindenki négy évvel felé szólt. De visszahívtál egyébként, aztán visszahívtál, igen, addigra befogtuk, és kiderült, hogy egy mezei vízisikló, vagy átküldtem a fotót, és megfejtetted, hogy fogjuk meg nyugodtan. Na, látod. Hogy... Igen. Van-e most újabb projekt? Nincs semmiféle projekt. Hú, de megnyugodtam. Semmiféle projekt nincsen. Tehát nem lesz krokodil közé. Iskolákba járok még, amíg van most a tanítás, iskolákba járok a gyerekekkel, viszem az állataimat, és próbálom a természetvédelemre oktatni a gyerekeket. Hangyákhoz nem jössz ki, Zoli? Szívesen kimegyek, mit csináljuk. Számogassuk őket, meg vagy. Nem, számolt már meg hány van. Nem, egyszerűen nem, kiölhetetlenek, és most úgy érzem, hogy ha fel tudnám nyitni a házat, mert annyira erős lennék, mint Hulk, és így felnyitnám, akkor alatta szerintem ilyen milliárdnyi hangya jön, megy, szövetkezik, és úgy érzem, hogy az egész házban ott vannak. Szilágyi megoldja. Igen? Persze, Szilágyinak kell szólni ilyenkor. De befeküdtem valamelyik nap a gyerek mellé. A gyerek mellé, hajnalban. A vízlevezető áróba. Ritkán hazik a gyerek a vízlevezető áróba. Befeküdtem hajnalban az ágyába. És arra ébredtem egy fél óra múlva, hogy hangya mászik a nyakamon, a gyerek ágyba. Ott már azért lépni kell, nem? Hát ott már bent vannak a lakásba, persze. Kösz, már jó, ez nekem is van, ezt azért Zoli, ezt azért én is tudtam. Nem kitalszanak ám. Igen, a nyakamon mászik, de bent vannak a lakásban. A fene elmény. Hát kint is. Igen, nem tudom, mivel megölnék, ugyanak én sajnálom őket lefújni, tehát ez a csoportos tömeggyilkosság, ez valahogy így nekem sosem ment, de valamit muszáj csinálnom, mert rohadt szemtelenek. Vannak ilyen hangya csapdák, amiket le kell helyezni a lakásba. Igen, sajtot tegyek bele, persze, és nézzem meg, hogy reggel van-e benne hangya. Van abba, hogy már tesznek bele különböző cuccokat, úgyhogy ha beteszed a lakásba szépen, aztán megfogod őket. Igen, még jó lenne, ha a gyerek nem az ágyba enne, az mondjuk lehet, hogy sokat segítene. Nem? Az igen. Lehet, hogy azért így dobna a dolgon. Ha összesöpörtetek a múltat, és két veknek egy gyerek. Jó, azért takarítunk, csak ritkábban. Zolikám, jó munkát neked, köszi, hogy beszéltünk. Sziasztok! Ciao, a Magyar Észventúra, Bodz Zoli, köszönjük szépen, hello! Micsoda, a robotpókot Robot Zoli fogja meg? Na jó, Robot Zoli fogja meg. 8 perc van pontosan, 8 óra Óven bácsival játszunk már is. Nem gond, ha nem vágod a pároluktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Amikor sietnek a helyszínre, az Oli azt kiabálja, hogy Nino, Nino, a Szilágyi meg azt, hogy piroskék, piroskék. jó a műsor, kaptuk SMS-be. Köszönjük szépen, halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Halló, szia. Elektorkalandorok! Ez mi volt? Elektorkalandor? Ez kérlek szépen Dévinyi Tibi bácsi. Hello, elektorkalandor. Ez játék volt, igen. A Mario, azt hiszem. Hello, Dóra, jó reggelt! Sziasztok! Szia, honnan? Köszönöm nektek is. Honnan értem? Litérről hívlak benneteket. Egy kis családi vállalkozásnál dolgozom, és teheneket fejek. De szép szó! Hány tehenet fejsz meg egy nap? Hát 15 tehenet, de ugye reggel is, meg délután, késő délután, este is. Napi kétszer kell fejni a tehenet? Persze. De miért nem egyszer sokat? Hát, mert a tehén az nem ilyen. Én nagyon hülye vagyok ezekhez. Szörnyű dolgok. Kifogy az acsesz. Nagyon nagy, abszolút városi vagyok tényleg. Tehát napi kétszer kell egy tehenet fejni. Akkor... Igen, persze. Azt kell, ezt nem tudtam. Te tudtad, Feri? De igen. Én már fejtem is.
Hát az mi volt, azt gondoltam. Hát te mit nem csináltál? Hát de már nyújtál. Kézzel fejtettek, kézzel, és bivajt is fejtem, képzeld el. Hát az volt a karácsony ajándék a gyerekkorodban. Ráadásul bikát. Karácsony van, megfejheted. Te fejheted meg a bikát. De a bikát. Bizonyám. Szereted csinálni egyébként? Igen, persze. Kézzel vagy géppel tolod? Géppel dolgozunk, kizárólag azért, géppel. Azért, mert melós lenne már kézzel mindegyiket. Bár én mindig szerettem, hogy a tőgyillatú a kezem. Jó is az. Na mutatjuk, mit csinál Lóven bácsi Berú néni. Figyelj, egy rövid részlet jön. Szakmába vág. Ilyen rendesek vagyunk. Így van, ők is kint vannak egy tehenészetben. Na figyelj, jön egy rövid részlet. Elmondom neked, hogy ez egy sorozat, de ennél többet nem segítek, hogy milyen sorozat, azt neked kell kitalálni. Jó? Jó, oké. Okay. Figyelj. Nagyon tipikus. Talán a Dagobert bácsi? Aha. Itt az élet hurikán, mert ez házből. Úristen. Mi az, hogy úristen? Jani, nem volt, hogy nem nézted? Isz, hogy a kellemetlen. Az egyik legkellemetlenebb magyarítás, és ráadásul szerintem ez Varga Miklós. Ez a legkellemetlenebb az egész. Miért? Legalább nem hamis. Aha. Egy csomóval ellentétben. Igen. Figyelj. Nagyon jó. És képzeld, ugyanezzel a hanggal. Koppány, vigyázz, esküdtettél jó atyának. Mert olyat is tud. Tudod? Ügyes voltál, Dóra, megvan az ajándékcsomag. Ezt erre hogy emlékeztél? Köszönöm. Vagy ez hogy volt így meg? Két gyermekem van, úgyhogy eleget hallgattam, és néztem velük a mesét. Aha, két gyerek, és ők is szerették ezt régebben. Igen, nagyon. Ügyes vagy, ez nagyon jól ment. Hát ez egy nagyon tipikus mese volt, gyermekkorunk egyik nagy meséi. Többek között. Elsüllyedt világok például szerettétek, néztétek? Igen, nagyon. De jó volt. Küldünk egy szép kis ajándékcsomagot, és van benne neked nyakbalkasztó, morning show-s, baseball sapka és bögre. Jó? Jaj, de jó, köszönöm szépen. De aztán vissza a csecsekhez. Igen, jó fejést. Hello. Köszönöm. Hello. Szép napot nektek. Ha még egyszer valaki elküldi azt az SMS-t, hogy a tehén bonyolult állat, de én megfejtem, örök életére éjjel kettőkor hívogatni fogják egy meleg oldalról. Így van. Hogy tudom, hogy most rám teszed a telefon, de az volt a hirdetésben, hogy próbáljam újra. Ha nem tudsz beszélni. De mondok még durvábban, ha még egyszer valaki elküldi a következő reklámblokkba, háromszor betesszük egymás után az autós reklám. Ne küldjétek el, már először se tudtuk rajta nevetni. Látjuk? Igen. Laller, a tehén bonyolult állat, de én megfejtem. 7 óra 56-kor. Hogy ez már akkor se vicces, amikor ezt először mondták, nem? Akkor még csak-csak. Akkor még csak-csak. 4 perc, pontosan 8 óra, gyerekek, csütörtök van. Öltöztessétek azt rózsába a szíveteket, öltöztessétek rózsába az ánuszotokat. Így hát van. A tiéteket maximum. Az érkezik, én ánuszom nem eladó. Érkezik Mr. Puliszka. Hurrá! Nem érzem az örömet. Majd én megyek vele. Hát figyeld, ez a megtiszteltetés. Ez amikor így benszakad tényleg minden egyes szó, minden egyes hang, amikor az ember érzi azt, hogy valami olyan közeleg, ami vitathatatlan. Ami csak egy héten egyszer. A Köles király. A Köles király. Mr. Puliszka, Gáborral folytatjuk, Ákos híre után. Klassz FM-en. 8 óra múlt, pontosan 13 perce. Jó reggelt kívánom minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk a Klasszon, és mondjuk, hogy jövő héten hétfőn indulunk, egy kicsit szétnézünk az országban, mi a helyzet a más városokban található nagyon szeretett hallgatóinkkal, megnézzük, mi a helyzet Sopronban, Kecskeméten, Baján, Salgótarjánban, és Budapesten régen voltunk, hagyományos értelemben vett kitelepülésen régen voltunk, repülésnap, ez az volt, egy csomó minden, de régen találkoztunk hétköznapi formában budapesti hallgatóinkkal. Ezúttal az aréna mellől fogjuk majd őket köszönteni, illetve majd megyünk ki két megszólás között, és ölelgetjük, lapogatjuk. Mi az Árkádnál leszünk, úgyhogy gyere inkább te is oda. Így van. Igen. Ha az arénához jössz, rossz helyre mész. Te ne hívj fel negyed hétkor, hogy bali, nincs itt senki, basszus, mert nem vagy jó helyen. Akkor az Árkádnál leszünk? Igen. Elhalogítok, szólok, srácok, én ilyen bevásárló központokban nem vagyok annyira oda. Előre szólok, nincs több taxi csekkem, nem tudok érted kocsit küldeni. Metróval kell majd átjönned.
Na ezért mondtam, hogy nagyobb betűvel léci. Egyrészt kezdesz megvakulni, kettő nem ismered a bevásárló központokat, takard le a félszemet, én mindig megyek a gyerekhez rendben. Vagy azt se tudom eloldani. De úgy is tudsz jönni, hogy próbálkozol a Kökinél, Kispesten, aztán bejössz idáig, hát ha ott vagyunk. Aréna és jó. Én azért látom, hogy jó a szemem egyébként, de én mindig megyek a gyerekhez védőnőhöz, megy mit a orvoshoz, és ott van ilyen, tudod, a ilyen szemvizsgálat. És sose értik, hogy még a gyereket vizsgálják, én így állok a rendelőben, és mindig 26-47-23 bar állóvél, és apuka mit csinál, semmi, mindig leellenőrzem a szemem. Figyeljetek, de a legfontosabb a soproni helyszín. A soptér, ott igen. Kezdünk. Az első négyet azt én is megtanultam, de konkrétan meg kell tanulnom mindent ahhoz, mert semmit nem látok belőle. Nem baj, hagyatkozz rám. Vagy közelebb hozzuk a papír. Sopron, Deák tér, ott kezdünk. Jövő héten, hétfőn sok ajándékkal készülünk, nyereménnyel készülünk, és nagyon lelkesek vagyunk, hogy végre elindulunk, minden évben egyszer megyünk. Olyan városokban is, ahol még nem voltunk, Baja és Salgótarján számunkra szűz terület. De csak addig, amíg be nem járjuk, és el nem. Amíg behatolunk a városba. Az ajándékainkat, így van. Baleset a hármas számú főúton a körforgalomnál. Halmai körforgalom, remélem jól mondom, Laller küldte nekünk. M7-e 132-es, 133-as kilométer kő között drága fotó készülnek Kanizsa irányában a túloldali pályáról mérnek. Vegeta üzente ezt nekünk. Baleset az M3-as bevezetőn, a Fóti kijáratnál Pest felé, nagy dugó van, három autó ütközött egymásba, szép napot nektek. Kamil, a bevándorló. Kakilnom kell, segítsetek! Na, írja valaki. Ugye? Igen, ez nem tudom, hogy kérdés a Gáborhoz, egyfajta helyzetfelismerés, egyfajta ténymegállapítás, nem tudom hova tenni. Vagy egyszerűen csak a budi ajtó alatt kigurult véletlenül. Igen, de a hallgatókért vagyunk. Tekercs. Mindent beolvasunk. M1-esen a 117-es kilométerén balesetnek semmi nyoma, ez Kriszta küldte nekünk, nem jár a Ráckevei H6-os hév, Dunaharaszti külső és a Közvágó híd között, helyette pótlóbuszok járnak, küldte Attila. És van még egy kérdés, hogy, ezt nem látom már. Kijelöltem magamnak, de eltűnt valaki. Biztos, hogy visszük Gábort jövő héten Salgótarjánba. Nem. Hagyjuk egy kicsit pihenni. Ráfér a pihenés, kicsit legalább fellélegzik, van egy szabad csütörtökje. Na, és hát ugye, ha már Gábor nem véletlenül, megérkezett hozzánk Mr. Puliszka. A háború elkezdődött. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lép be te is az elmentes övezetbe, Balázssal! Gábor, jó reggelt! Gábor! Hello. Jó reggelt, sziasztok! Gábor! Hello. Örülök, hogy látok benneteket. Elegáns vagy, mint mindig, de ma nagyon. Ez nem az érettségi zakód. Mi történt? Névnapod van? Második. Ahogy én szeretek, hát nem szeretem. Megtalálták a tisztítóba? De nem, tényleg, ma olyan nagyon-nagyon elegáns vagy. Hát további fellépések, valami, előadások? Valami program, igen, orvosi. Hát figyelj, aki a Kossuth Rádiót is bevette, jelentették a hallgatóink, igen. Hogy már ott is, mindenütt. Igen, előfordulok ott is. Nem rossz egyébként. Mindenhol ott vannak, tévében, rádióban, gyerekek, akit mi egyszer felfedezünk, megtaláljuk, azt utána zabálja a nép. Kasmír? Ja, igen, úgy látom egyébként, hogy eredeti Giacomo Puccini. Vagy hiányoznák, ha már nem lennénk, ugye? És megint elvicceltétek a dolgot. Nem, tényleg elegáns vagy. Jogging van, a Ferin egy kockás ing, feltűnt ingújjal, Balázsan a szokásos kis póló, laza póló. Lazalább te hozd az eleganciát. Igen, muszáj behozom a trendeket. Figyelj Gábor, viszont már most mondom, hogy jövő héten Salgótarján, úgyhogy pihenjél egy hetet, jó? És akkor két hét múlva folytatjuk, jövő héten ne gyere be. Jó? Ne gyere be, meg ne gyere erre. Emlékeztek erre a videóra? Mama marad. Mekkora klasszik. Mama marad, ne gyere be, meg ne gyere erre. Nézel ilyen dolgokat interneten egyébként? Vagy van fogalmad arról, hogy ezek micsodák? Hát ez most nem rémlik meg, nem? Őszintén. Majd megmutatjuk. Megmutatjuk ezeket, te értékelnéd. Na, hogy vagy? Jól vagy egyébként? Minden rendben? Szépen van mit csinálni. Tombol az allergia, mondja erről két mondatot. Mit csináljunk? Nem témába illik, nem ezzel készültünk, csak sokan szenvednek. Van-e valami jó, amit lehet? Hát érdemes megnézni egyébként a keresztreakciókat. Tehát van olyan pollen, ami keresztreagál a paradicsommal, a zellerrel, a
a petrezselyemmel. Igen, ez egy érdekes dolog. Tegnap Benni almát tevelt, és nem könnybe lábadt a szeme, és ott jöttem rá, hogy de hülye vagyok, almát adok neki. Mert hogy keresztreakcióban, ő allergiás a hársfára, és az almával, megette az almát, és egy percen belül olyan rosszul lett tőle, és ott jöttem rá, hogy vannak igen gyümölcsök, amik ugyanúgy kiváltják. Milyen világ ez, hogy egy gyümölcstől már rosszul vagy? Mert ha allergiás vagy egyébként, valami második Gábor is ezt mondja, akkor keresztreakció, ugye? Bizonyos élelmiszerekkel, esetleg gyümölcsökkel, zöldségfélékkel. A tehén-tej kérdés is, ugye itt átgondolandó, stb. Stb. Tehát ezek gyakran felmerül. Hagyjad már szerencsétleneket, állandóan előveszed őket, de tényleg. Hogy aki allergiás, az például abban az egy hónapban, amíg április elejétől május elejéig neki akkor virágzik valami is allergiás, abban az egy hónapban kerülje a tejterméket? Hát, ha csökkenti, jobban lesz. Nem biztos, hogy a tehén-tejjel kereszt reagál a pollen, bár ugye az állatok ugye esznek takarmányt, a takarmányban lehetnek pollenek is akár. A tehén-tej kihagyása általában segíti az allergiás panaszok. Kecske tej, ezt mondják, hogy a kecske megeszi, parlagfű. Jobb tartja a szakma, igen, igen. De igazándiból a parlagfűvet legelő kecske kérdése is egy izgalmas dolog. Lehet, hogy azt inkább a szezon előtt érdemes, tehát már szezonban, már később állat. Szezon előtt érdemes virágporkúrát tartani. Bocsánat, Balázs szót kért. Itt van a kis barátom Ártú, ő is szeretne meg. Megkoszorítottam egy kristálypoharat maga előtt. Figyelj, Gábor, neked volt valami, bocsáss meg, hogy szabadba vágok, csak annyiszor hozod elő ezt a kecskét, meg a tehenet, meg a tejket, neked volt valami nagyon komoly traumád a gyerekkod, a felrugott valami állat, vagy valami ez a... Igen, hogy felkéreckedett rád egy bika, vagy barátkozni akartál valakivel, és nem jött össze, vagy miért kell őket állandóan, most komolyan. Nem bántam én őket állandóan. Én disznóvágáson voltam egyszer, és a disznó hátsó lábát fogtam. Nem tudom, azt mondtam-e már. Atya Isten, de ez még adom gyermekkorodban volt, nem? És a másik szabad lábával rád küldött egy jokogerit? Vagy rád vitt egy pörgőt? Hát ugye négyen fogtunk egy hatalmas disznót, és a hátsó lábát kellett fognom, de borzasztó volt. Ez egy maradandó élmény volt, és szerintem elment a kedvem mindentől, akkor mindenféle állati terméktől, azt gondolom. Mindig vacilálok, hogy elvigyem-e a Benit egy ilyenre, hogy lássa, hogy mi történik valójában, vagy jobb, hogy nem tudja, és egyelőre mindig arra lyukadok, amikor télen elmegyünk egy ilyenre, sokra én se járok, hogy talán jobb még, hogy ez gyerekként nem látja. Aztán fel se tudja, lehet, hogy nekem. Trauma, ugye? Traumát szóval, hogy nem, nekem. Egy 5 éves gyereknek ez még nem biztos, hogy látni kell. A szúráskor rugott egyet a lábával, és egy a hatalmas adag. A bőrlé szúrta magát. harapsz is te rohadék, igen. És elrepültem gyakorlatilag egy 4-5 méterre. Oh. Ez veszélyes egyébként, mert sípcsonton rugott majdnem. De szóval nem mindenkinek ajánlom az ilyesmit. Egyáltalán magát a disznóvágás egy izgalmas dolog, de ez Feri mellett elég nehéz ezt is vállalni. Ez megítélés kérdés azért, ez hagyomány, hozzánk tartozik, sokan szeretik, persze. Hát azért ebből jó dolgok. Jól fontold meg azért ezt, hogy hol viszed a belét. Érted? Nézd magadtól egy picit balra, akkor láthatod a jövő. Őt, mi lesz belőle? Elviszem én vagy egyszer. Éppen Gábor lesz belőle, mert a gyerek annyira megrémül. Hát nagyon sokan vannak gyerekek, akik amikor rájönnek, hogy mi az, amit megesznek, és mi történik az állattakkal, azt mondják, hogy például ők nem akarnak több húst tenni. Én találkoztam ilyen gyerek, aki 7 évesen megértette, hogy mi történik, és egy falat húst nem hajlandó azóta szemvenni, nem mondta, hogy nem. Tessék? Meg későn vitték. Minden gyereket védőoltásszerűen disznóvágásra 3 évesen. Egy éves korára essen túl az elsőn. Igen. Közben a vidéki gyerekek meg végignézik, akik ott laknak, semmi bajuk nem lesz. Nyilván a szúrásra nem kell kivinni a gyereket, de ha az megtörténik, utána már szerintem a feldolgozást azt azért lehet. Nyilván Ferit nem zavarja, hát egész gyerekkorában egy, hogy hívják el, egy megpörkölt malacfüllel a kezében rohangált, miközben hólyagot rúgósott. Meséltem a fölfújt kiszárított hólyag. Persze, abszolút, de tudod, hogy csont volt a nyakába, és azzal is játszott. Te hol lőttél föl, Gábor? Budapesten, a Havanna lakótelepen nőttem fel. Ha, Havannán nőttél fel? Igen. Mondjuk hát ott is vágtak disznót, Gábor, nem? Vagy ez legenda? Egy ős Havanna jel tudja nekünk mondani, hogy legenda vagy nem legenda? Lőrinci, és ez csak most derül ki. Én ott nőttem fel egészen 20 éves koromig, ott éltem. Ha tudtad volna, nem hozott be műsor. Nem, mert hogy általában a hallgatók nagy része vagy Lőrinci, vagy 13. kerület, és mindig ezen nevetik. Te is Lőrinci vagy, tényleg? Igen. Na, vágtatok disznót, ha van, nem, vagy nem vágtatok? Ez legenda, vagy nem legenda? Erdélybe, Székelyföldre jártunk ki, ott vannak a rokonok, és ott... Igen. De sose hallottad, hogy nyerítaló a 7-en? Mert a Havannáról vannak ilyen legendák, hát ezt ugye halljuk. Meg lovat tartottak a 9-en. Igen, hogy nem hallottál ilyet? Hát ilyen szarvasbőgést hallottunk, de... Nyilván! Igen, de valaki bebőgött a 6-en, nyilván. Aztán kiderült, hogy a csaptelepet csinálják.
Jó is, az én is laktam panelban, amikor a nyolcadikon valaki gittel a budin, és te a harmadikon hallod, hogy nem eszik elég rostosat. És igen, vagy a dohányzó szomszéd alattad kinyitod a budi ajtót, és jön föl a dohányzás. Szóval az egy nagy kollektív együttélés. Hallanád, de sajnos érzed is. Igen. Na, gyorsan vágjunk bele a mai témánkba, hogy mivel is készültünk, mert sokan használják, sokan élnek ezekkel. Talán valamikor régen egy éve, másfélben már beszéltünk erről, de nem baj. Biztos sokan nem hallották, meg talán ki tudjuk egészíteni még egy-két dologgal. Nagyon egyszerű a háziasszonyoknak a különböző porokból elkészített leves, a porokból elkészített krumplipüré, a porokból elkészített fasírozott, és minden más, amiről én mostanában talán már egyre jobbat olvasok, de hát ne legyünk álszentek, nem mindenki tud nagy hétvégi húsleves főzésbe belevágni, egyszerű, gyors, megcsinálod, vagy nem akarsz 6 kg krumplit megpucolni a gyereknek, és csinálsz egy krumplipüré port. Mi a véleményed erről? Mire vigyázzunk? Jó, nem jó, nem egy márkát akarunk kiemelni, nagyon sok márka van. Használjuk, ne használjuk. Mit mond a szakma? Alapvetően mindennapi szinten szerintem ne használjuk. Ezek virtuális élelmiszerek. Ha valaki elutazik valahova és nem tud főzni, akkor nyilván elfogadható. Én azt látom a piac széles kínálatában, hogy vannak jó, vagy jobb, és rosszabb, gyenge minőségű, vagy rosszabb termékek. A gyenge minőségű inkább a beltartalmat érteném, tehát például itt van előttem márkanév nélkül egy olyan termék, amiben durum száraz tésztát tettek, őrült piros paprikát, burgonya keményítőt, hát az ízfokozó, a nátrium glutamát az ugye mindig ott van. A nagy baj az, hogy ez tejben is nekészül, mert tejben is meghirdetik. Jódozott só, szállított élesztő, ugye az élesztő kivonat szinte mindig benne van. Na most addig nincs baj ezekkel a leves porokkal, vagy különböző ilyen öntett porokkal, amíg igazán szállít a zöldséget. Bocsánat, megérdemli, veled vagyok. Nem voltál rossz, Gábor. Igen. Csánat. Sem egy tapcsőt. Te egy tapcsőt, mert rajta nincs füles, igen, véletlen megnyomtam. Igen, tehát addig nincs baj. Elnézést, igen. Tehát amíg mondjuk igazi zöldség, valódi zöldség szállítmány van bennem. De attól kezdve, hogy megjelennek benne ezek az egyéb összetevők, mint az ízfokozó, mint a módosított keményítő, mint a tejpor, a tojáspor, vagy tojáslépor, a tejfehérje, a tejcukor, az, hogy hagymapor, zöld fűszerek, metillőhagyma, fehérbor kivonat, Feri például mit szólna ehhez? Hát fölháborító, kivonat. Hogy kivonják a fehérbor. Te figyelj csak, egy ilyen zacsiban mondod, hogy tök jó, hogy van benne. Most egyébként veled vagyok, Gábor. Ha én lennék a Balázsnál, most oda mennék és megölelnélek, de ritka, ritka nem pillanat, meg, igen. Hogy mennyi van egy ilyen zacskóba például a szárított zöldségből? Két ilyen kocka van? Két egy ilyen tehát, na, hogy 1%. Gyerekek, hogy tényleg? Ez a fafülgombás dolog, hogy 1% fafülgomba, azt nézitek? Igen. Arról csak beszélünk, hogy, bocsánat, mondd Feri, csak hogy milyen leves, mi a neve? Márkarém nélkül gombakrém leves. Gombakrém. 1% gombával. Igen. Ezen húztad föl magad. Például ezen, de a másikon is, amit most a Gábor mond, hogy milyen jó, hogy van benne szárított zöldség. Két egy mikronnyi répa van benne, meg izé. Meg az, hogy gyerekek. Mi a baj vele? Az a baj vele, hogy az, hogy te fél kiló krumplit nem bírsz megpucolni a gyerekednek és megfőzni, hanem hogy ilyen bolt csinálsz. Krumplipürépor? Nem használunk krumpli. Mit miért? A legnagyobb krumplipürépor elkészítő vagyok. Jaj, nekünk. De miért adsz olyat a gyerekednek? De mikor... Azért, hogy tudja meg! Hogy mi az igazság! Én gyerekek, én bevallom, én csinálok néha krumplipürépor. Hát azért ezt csak túléljük. 99% burgonya pehely. És az az 1%? Na, burgonya pehely. Pehelyhesítik neked a... Mondjad a burgonya pehelyt neki? Uh-huh. Hát mondd. Az a baj, hogy ezzel igazán nincs baj. Nem mindig tud az ember, Feri, hát bocsáss meg nekünk kevésbé. Hagyjam ezzel a kettő perc. A Jamie Oliver 20 perces receptjeim, de hagyjál már ezzel. Gyerekek, fél kiló krumplit megpucolni, mennyi idő? Megpucolni, elővenni, megtalálni a kést. Ja, megtalálni a kést. Meghámozni fél kiló krumplit. A hűtőszekrényből az egyébként már megpucolt, összevagdosott krumplit utána pedig megpucolod a krumplit és összevagdosod petrezselyben. És 3-4 óráig még főzöd, néha az ember megcsinál egy krumplipürépor. Én elolvastam, annyira szörnyű dolgok nincsenek benne. Én nem mindig csinálom meg. Hát most ez... Hát de most miért nem? Megfogod kis késedet, vagy a krumplihámozó ilyen zöldséghámozót megpucolod. Mert én még élni akarok. De attól élsz, ez az élet, hogy megtermeled azt, amit megeszel. Krumplipürépor, Gábor, mondj valamit.
A pelyhesített burgonya az igazából a maga a pelyhesítés során nem visznek bele idegen anyagot, nem visznek bele vegyszert, ez egy technológia, ez egy eljárás. Ugye, hogy lehet pelyhesíteni, tehát kölespehely, hajdinapehely, időnként én is eszek ilyesmit, a pelyhesítés zappehely, ugye ott a zappehely, hát igazán ebben olyan nagy probléma nincs, ez egy szárított pelyhesített termék. A gond az, amikor hozzáteszik az egyéb ízeket, fűszereket, nekem az a gond ezekkel a készétel örleményekkel, hogy olyan ízük van, mintha rendes tápegész intelligens élelmiszert ennél, és az agy olyan sok ízt kap, hogy azt hiszi, hogy kapott mellé tápanyagot is, nem is keveset. Az agy, amikor ilyen ízvilágot érez, akkor azt gondolja, hogy kapott fehérjét, szénhidrátot, zsírt. De akkor ez a sima krumpliból is kaphatja, nem? Vagy akkor ott nem volt. De hát itt is 99% krumpli például. Átvágom a szervezetem, ez egy 99%-os krumpli pürével? Annak csak az íze egy picit mű. Én egyszer kóstoltam ilyet, de egész más íze volt. Egy pici olajjal, egy pici fűszerrel, egy kicsit tejfőlem. Kicsit olyan mű íze volt. Én néha csinálom. Nem, megfőzöd a krumplit, és megcsinálod. Jó, de én levesporokat meg egyáltalán nem. Tehát az annak én sem kívül, de mondjuk a háziasszonyok, akik bűnöznek és krumplipüréport csinálnak, azzal nem követnek el a gyermekük ellen egy. Egyébként régen a készételporok úgy készültek, hogy lefőzték a készételt, és megszállították. És azt lecsomagolták. Tehát most a pehelyesítés ez gyakorlatilag egy tartósítási eljárás is. Igen, egy tartósítási eljárás. Most már ugye összepakolnak egy csomó ilyen mozaikszerű elemet, és ebből készül egy összetett élelmiszer. De tehát ezeket fel is lehet javítani egyébként a hétköznapok. Tehát most egy tasakos leves nem feltétlenül kell abban a formában elfogyasztani. Ahogy, én azokban valahogy kevésbé hiszek. Szólok az anyósomnak, és csinál egy jó húslevest, én azokba kevésbé hiszek. Nem mondom, hogy baj van velük, nem mondom, hogy rosszak. Levesben azt tartsatok anyós. Na most tényleg meg vagyunk azon, hogy 2016-05 a lejárati ideje, és ebbe semmi nincs, szerinted? Uh-huh. Hogy csinálják azt, hogy ez egy évig jó, de úgy, hogy ez már mondjuk 4 éve polcon van? Uh-huh. Na? Ezek szárítmányok, ugye magas a sótartalmuk, elállnak. Kiszárítod, és akkor jó. És ugye olyan lezárt fényvédő csomagolásokban vannak. De figyelj, ez biztonságot ad, mert ki tudja, hogy 2016-i például Balázsnak lesz-e kedve főzni. A tasakos leves meg ott van. Jó, nem gyerekek, nem ezzel van a bajom, csak azzal van a bajom, hogy mindig mondja a Feri ezt a 10 perc, meg 3 perc, és ez a krumpli pucolás tényleg kettő. Csináljuk krumpli pürét 3 perc alatt. Nem, mondom, én a Jamie-nek egyszer megpróbáltam a fél órás receptjéből megcsinálni egyet, másfél óra után izzad váltam a konyhába, és sehol se álltam. Tehát nektek, akik rutinosan mozogtok a konyhába, mind... a krumpli pucolásról volt. Nem hallottam még öt, hogy receptre azt mondtad volna, igen, na jó, ez egy kicsit hosszabb. Minden 2 perc. De a krumpli pucolás, tényleg 2 perc, ne húzd már föl. 4-en vannak, az legalább 8 krumpli. Aha, az 2 perc. Láttad te már Balázst krumpli pucolni? Mondjuk nem, ez igaz. Akkor fél óra, amíg észreveszik, hogy ennek a másik oldalán van az élet. Nem, csak a krumpliból nálam mogyoró lesz. De tényleg, tehát nekem nagyon sokat kell megpucolni, mert nagyon sok marad a éjjel. Mogyoró burgonyát csinálok. De képzeljétek el, hogy nem túl rég néztem az egyik üzletben, hogy túró ízű sütemény volt, és azon gondolkodtam, milyen az a túró ízű sütemény, amiben nincs túró mondjuk, és az volt beleírva, hogy túrópor van benne. Tehát most már ilyen porított élelmiszerek vannak. Ezek tényleg nem. Szalonnapor, a zsírpor, na hát az tojáspor. A csúfolás a élelmiszer. Előbb-utóbb kolbász, tehát füstött kolbászpor is lesz. Egyetek sokat belőle, én maradok a klassziknál. Visszatérve, hogy mi van az aggyal, amikor ezt érzi? Tehát a szervezet azt gondolja, hogy akkor átvágtuk mondjuk egy ilyen porral, és közben nem kap valódi tápanyagot? Igen, fontos, hogy az íz érzékelő rendszerünk, az ugye összeköttetésben az idegrendszer meg a testünkkel. Tehát hogyha egy telt ízt érzünk, a testünk, az agyunk úgy érzékeli, hogy értéket vittünk be. És ezt a rendszert csapjuk be, amikor túlízesített, telt, harmonikus ízkaraktereket viszünk be a szervezetbe, az agy boldog. Az agy boldog, végre ettünk. Végre a test megkapja, ami jár neki. Ehelyett ugye egy ízesített valamit kap, és becsaptuk a szervezetünket, és az agy egy idő után talán rájön, a test is rájön, hogy hiányállapotok alakulnak ki. Tehát ezek ideig, óráig lehetnek egy-egy alkalommal megoldások, sőt nem, még arra sem megoldás, csak egy átmenet, de leves, illetve főzadék, vagy készétel örleményekben ne gondolkodjunk, azt gondolom hosszú távon, mert tápanyag hiány áll elő
hogyha nem visszük be azokat a zöldségféléket. Ugye ebben van 3-4-5% zöldség. A szervezet úgy érzékelte, hogy ettem egy jó dúz zöldséglevest. Uh-huh. Meg van győződve az agyunk, hogy bevittük az ásványokat, a magnéziumot, a cink, a réz bőven van ebben, hiszen olyan íze van. Olyan íze van, mintha telt zöldséglevest tettünk olyan rengeteg zöldséggel, főleg, hogyha mi időnként szoktunk enni igazi zöldséglevest, akkor az agy sajnos nem tud különbséget tenni egy határig, hogy ez most melyik fajta. Most az igazi nagymamám zöldségleves, ami tele van petrezselyemmel, fehérjépával, stb., vagy egy műleves. Sajnos be lehet csapni az agyunkat, és ez végveszélybe sodorhat. Az ilyen műkaják, ha már beszéltünk az allergiáról, nem lehet összefüggés? Hogy aki sok ilyet eszik, annak mit immunrendszere allergiás lesz? Aki folyamatosan vagy folyton ilyeneket eszik, ott szerintem van összefüggés. Az ízfokozók előkerülnek, és egyszerűen hiányállapot áll elő. Ugye itt az allergéneket föltüntetik, tehát ki van vastagítva, hogy ez már fel is kell, zeller, hal. Uh-huh. Ez már fel is kell tüntetni. Ilyen szempontból vannak benne allergének, kifejezetten betegséget nem okoznak ezek az élelmiszerek, csak becsapnak, és a becsapás következménye hosszú távon a hiányállapot. Szóljál, ha krumplipürét akarsz csinálni, hozok neked hámozott krumplit, jó? Én élnék ezzel a lehetőséggel. De nekem az anyám megcsinálja, anyusom megcsinálja, Viki megcsinálja, én néha csinálok egyet. Hát most lassan a gyerek is megtanulja. én imádom, én nem eszem sok szemetet, azért azt tudjátok rólam, kényesen elkerülöm, de én a krumplipüré porral néha bűnözöm. Mert szeretem, mert ízlik, én látod, vágom a testemet. Már látod, már bevont, már magába zárt ez az egész világ. Látod, már a műkajákban tudsz csak tobzódni. Én a nagy műkajafogyasztója, a nagy gyorsétterem, mert zabáló. Mr. Szintetikus. Ki ünnepi a születésnapját a McDrive-ba? Az jó, de az a pontgyűjtőkártya miatt. Az igaz. Kellemeset hasznosra. Ki ünnepli dupla sajtburgerrel a szülinapját, érted? Szóval, a születésnap csak egyszer van egy évben. Ez is igaz. Kösz, Gábor. Mi lőrinciak tartjuk. Gábor, azért most annyira jó témát hoztál szívemhez közel álló, ezért te választhatod a holnapi receptet, hogy spárgás eper legyen salátában, vagy pedig egy friss zöldséges kuszkusz. Melyiket választod? Ez a friss zöldséges kuszkusz, ez jó. Nagyon jó. Ahhoz nincs bennük hús? De, ahhoz vadkacsacom van. Jaj, nekem. A másikhoz megízé van. Vadkacsacom. Bemész bármelyik piacra. Végén, vadkacsacombat, ha maradjál. Gyerekek, most kezd el durrani az agyam felé. Hagyd abba ezt a bemész bármelyik piacra, és a kedvenc, nem tudom, a zöldséges mert... Végy egy sörétes kétsövűt, menjél ki az a jó rektó parkára. Most elmennék a hentesem ezt, hogy elnézést, uram, szeretnék vadkacsacombot, úgy külden el a jó édes anyába. Vedd fel a stüsszivadás kalapodat. Halashoz menjél, ott van. Halashoz ne, a hentes, ez nem ennyi. Anyádba menjél, te rohadt! Ezt mondaná nekem. Eperleves fej. Mit? Eperleves. Vagy mi volt a másik? Az spárgás eper, az még jobb, mert ahhoz spárgás gyönyörű... Spárgás eper. Igen, fél. Ahhoz gyönyörű csontos tarja van. Na, jó? Találkozom. Végy két vadkacsacombot. Jó, mit reggeliztél, Gábor? Árpa kását. Fügelekvárral. Az is biztos. Fügelekvárral. Mi van, már ennyi fügelekvár van? Múlt héten is azt tettél. Nem szárított füge? Füge volt a múlt héten. Aztán nem emlékszem már, mi volt. Datóját szoktam időnként, de ezek lehet, hogy azt mondják a hallgatók, hogy na hát miért nem valami hazait, azért egy kis almát, körtét is ettem hozzá, tehát így, és egy kis áfonya lekvárt, pici kis csicsok a sürítménnyel megédesítettem, és hát így... Így költöttem el ezt a ma reggel. Jaj, csoda, hogy kicsattansz. Nem, világi vagy, de pont ezért szeretlek. Jó, tehát figyeljük az összetevőket, ne túl sokat, de nem követünk el nagy bűnt, ha esszük tulajdonképpen. Igen, mindennapi szinten igyekezzünk azért házilag. Mindennapi szinten nyilván. Jó zöldséglevest készíteni. Kuktában például. Gábor, nagyon köszi, hogy itt voltál. Köszönöm én is. És akkor két hét múlva folytatjuk. Jó? Jövő héten. Jó kitelepülés nektek. Köszönjük szépen. Jövő héten ilyenkor csak mondom, Salgótarján főtér, május 14-e a turné utolsó előtti állomása. Tehát ott lesz. Mi pedig jövünk a hármas ugrással. Ákos, ide jutám. Pontosan 4 perce. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, és egy jó Madonna dal, ez nekem tetszik ez a dal, azon gondolkoztam végig, hogy a refrént vajon saját magától nyúlta az elmúlt 20 évben, vagy valakitől annyira ismerős ez a refrén, de maga a dal szerintem nagyon jó hangulatú, még ha nem is annyira gyors,
De van hangulata, és régen volt Madonna dalnak hangulata, szerintem ez egy jó dal. Ez egy jó dal. Kitől nyúlnak a legnagyobb a Kózsótól? Hát egyet. Én már várom. Már várom. Neki. Már várom, hogy perelünk-e, vagy nem perelünk. De egy jó kis Madonna dal. Talán a Ray of Light album volt ilyen, ahol ott nagyon fú, a Frozen meg a... Hát a Frozen az óriási. Igen, csak az a hangulatában az mondjuk kicsit nyomasztó. Az is lassú, de nagyon. Meg volt egy másik szép lassú számának, most nem ugrik be a címe, az is nagyon-nagyon jó volt. Gyerekek, Madonna még mindig jó, nem? Ezt a nagyon szexis vonalat már szerintem annyira nem kellene nyomni. Értjük mi, hogy még mindig szereti, de hogy... Hát de szeresse otthon. Lehet azt szeretni is jó sokáig, de nem kell ezt mindig az emberek orra alá dörgölni. Van egy kora nőknél, ezt nem mondjuk, mint a Paliknál is, csak nyilván ők nem tudják ezt annyira mutogatni, mert nem vetköznek mindig filmesztelenre, ahol már jobban tetszik, ha egy nő méltósággal kezd el megöregedni, mint amikor még mindig azt erőlteti, hogy hú, de szexi vagyok, nem? Nyilván nincs egy kor, amikor ezt ki lehet mondani, hogy e fölött vagy a fölött, hanem egyszer ránézel egy nőre, és azt mondod, hogy még elhiszem neki, és jó. Vagy már jobban tetszene, ha mondjuk egy olyan ruhában lenne, már elegánsabban, már nem mutatta, már nem tennék. De nem azért, mert hogy nem lehet szép, egy 50-55-60 éves nő, mert lehet szép, és lehet szexi, tehát nem erről van szó. Egyszerűen csak Madonna már az a csaj, akinek már jobban állna, ha már inkább újra azt, vagy nem, újra nem, életében először azt nyomná, hogy már nem akarok tényleg kis lakcsizmában, ostorral, ilyen kis tornadressben ugrabugrálni hátraszaltókat, nagyon szexisen, nem? Még mindig megy, még mindig olyan vagyok, mint régen. Miközben azt várja tőle tényleg az ember, hogy a korának megfelelően öltözködjön, megviselkedjen. És úgy is lehetne nagyon lehet szexi. Lehet szexi, bizony. Az a polgárpukkasztó viselkedésre nekem nincs bajom, hogy ő szájon csókol valakit a színpadon, meg hát ő mindig is ha ez volt. Nem akarja, akkor ha is. Ő nem akarja, akkor is a fiú után letörli a száját, csak van egy pont a nőknél szerintem, ahol ha valaki méltósággal öregedik, az már sokkal szebb, nőiesebb, mint amikor még valaki láthatóan nagyon tiltakozik az ellen, hogy ő nem fog soha megöregedni. Nem? Így van. Egyszer az lesz, hogy még meg tudom csinálni a spárgát, és úgy marad. És úgy marad. Meg ezek a kényszeres nyúlások. Hát ugye most itt legutóbb is, hogy egy diátadon lenyúlt a Medvecskilon a hatalmas akcióját, ugye. Jó, szegény, hát azért, hogy elesik, azért valakit nem lehet bántani, nem? Hát elvágódott. Hát az a szörnyű rémálma mindenkinek, aki diátadóra megy, színész, előadó, művész, műsorvezető, hogy egyszer elvágódom a színpadon, hát ez egy ilyen önbeteljesítő jóslat volt. Hát szegény, amiatt nem lehet megmondani, hogy már el is esik a színpadon. Jó, hogy az nem is nála tudatos volt ez is. Á, nagyon nagy balé volt. Utána nyilatkozott az egyik táncos, hogy bement, megfagyott a levegő bent a Musicals diátadó után, és egyébként is egy hisztérika a csaj, de hogy olyan mészárlás, és olyan üvöltözés, és már az esés pillanatában már mindegyik táncosnak lepörgött hogy a következő karrieremnek. Valahol egy texasi olajfinomítóba fognak majd ide olajos hordókat emelgetni, és soha többet nem táncolnak a Madonna mögött. És aztán nyilatkozta egy táncos, hogy vérfürdő volt. Tehát, hogy egyébként is nagyon nehéz a csaj, de de ott volt hibás egyébként? Volt a, van nem, egy ott nem volt. Ugye az volt a jelenet, hogy ő táncolt, fellépett egy lépcsőre, és egy táncos fiúnak hátulról meg kellett húznia ezt a kis palástot, és az ugye le kellett, hogy essen a Madonnáról, de szoros volt a csomó az ő nyakában, és aztán talán az hátra rántotta. És Madonna óriásit zakózott, és az kínos. Tehát egy MTV Musical. Na jó, de nem a táncosok hibáztak, hát ő csinálta a koreográfiát, megpróbálta lerántani. Hát és nem jött róla. Jó, de az anyag készítője, a ruhavarrója, a csomó feltalálója, a tépőzár kitalálója, a táncos fiú és annak a szülei, tehát ott mindenki. Ott mindenki. Meg te se arra szoktál haragudni, aki hibás. Ja, igaz, az micsoda hülyeség, mi? Az helyet, a másik, helyet, hogy magába keresni az. Na, játszunk egy jó kis hármasugrást már is valakivel. A hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, hello! Sziasztok. Hello, Máté, honnan hívtál minket, Máté? Gyöngyösről telefonálok. Gyöngyösről? Gyöngyösről. Mi folyik ott Gyöngyösen? Külkereskedelmi értékesítés folyik. Ó, az jól hangzik. Exportcég vagytok? Igen, fékberendezéseket árulunk. Adunk, veszünk, üzletelünk. Helyes, nagyon helyes. Milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy hát, oda magasan kvalifikált fiatalembernek szerintem egy sétamenet lesz, egy gyaloga. Mehetünk? Mehetünk, persze. Van segítséget? Hallom, többen vagytok. Van. Itt vannak a lányok. Ó, oh, hello, csajok. Sziasztok, hello. Lányok. Na, itt szól az első kérdés nyakba akasztóért. Hogyan szólaltatják meg a buzuki nevű hangszert? Buzuki hangja. Pengetik. Így van, pengetéssel. Így van. Hát a legnagyobb. És
slágere, Dálhuza Johnnak. Dálhuza John, így van. A buzuki hangja szól, gyerekek, bekönnyezek, amikor hallom. Így van. Ahol buzuki van, ott tolba is akad. Mehetünk tovább? Mehetünk, persze. Itt van a második kérdés, Morning Show-s baseball sapkáért. Melyik európai város ad otthont az idei világkiállításnak? Idei világkiállítás... Gyönyörű magyar kiállítási csarnok. Milánó. Így van. Azaz. Szerencsé, hogy ott vannak a csajok. Nagyon ügyesek. Igen, mi lenne veled? Nélkül így igen, van. Igen. Na, mi legyen a harmadik kérdése? Neki menjünk gyorsan. Milyen témakör? Megkérdeztetem? Azt mondja, hogy hát többé kevésbé történelem és rohadt nehéz. Az nagyon jó. Abban jó vagyok azért. Abban jó vagy. Így szól a harmadik kérdés Morning Show óráért. Melyik uralkodó alapította a legmagasabb francia állami elismerést, a becsületrendet? Na, messze neked, ott van, ha jó vagy benne. Te... Csajok? Most megkaptad. Igen. Ezt kérte. Adjuk Mátét, mondta. Csajok? Igen. Itt vagytok? Kérdés. Nem, hát ha ennyien vagytok, hát ezt mondani kell, sokan vagytok, telefon, internet, nem tudunk. A harmadik kérdésre mindig kicsit szigorúbbak vagyunk. Nem, mert először 14. Lajosra gondoltam volna, de utána már később keresték a lányok, aztán úgy. De az jó, hogy most gyorsan a rányokra kented. Persze, gyorsan rákented a csajokra. Ki azok a lányok? Mennek az ajándékcsomagok, figyelj, boomozhatsz egyet, jó? Oké. Tiki-taki. Azt a minden segít neki. Mondjuk szólt. Ezt mondjuk oda. Ez oda csapott. Figyelj, késletetett indítás volt, mert te kezdted, a lányok kicsit később bebumoltak. Uh-huh. Igen. Áj, gyerekek. Késik a hang. Tudjátok, azért van. Igen, késik. Nálam nem. Sajnos nem. Nem ad a szoftver. Nem adott. Hát sajnáljuk. Azért köszönjük szépen a lehetőséget. Mi köszönjük. Találkozunk valamelyik kitelepülésen? Ezután. Legközelebb hozzánk ugye Salgótarján van, tehát ezt el kell intézni a tulajdonossal, hogy mindenki. Gyertek, aláírunk bármilyen igazolás. Jó, Salgótarján főtér, ez jövő hét csütörtök, pont egy hét múlva. Május 14-e ott leszünk, rengeteg ajándékkal. Ott még nem voltunk, várjuk. Köszi a játékod! Én is köszönöm. Ciao, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Peti vagyok, az M3-oson Gödöllő előtt kamion gumiabroncs az út közepén. Vigyázat, mondjátok be, léci. Kaptuk SMS-ben, köszi. Az M3-oson a nullástól befelé tömény dugó. Rotterdamban is titeket hallgatlak, szétrögöm magam, királyok vagytok, egy zsukülte nekünk. Nyíregyházán az állatkert előtt a rend éber őrei fényképeznek, üzeni futár. Valamint fél órája állunk egy helyben a 10-es főúton. Ennyire nem szokott megállni, tudtok valamit, köszi Gabi. Láttunk valami 10-es főút? Nem, semmi. Nem nagyon láttuk, hogy lenne valami. Ha valaki elküldi, nekünk van olyan drága, akkor azonnal mondom, hogy mi a helyzet a 10-es főúton. 2 perc múlva 9 óra, jövünk Ákos hírei után. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 4:10 lesz pontosan, 3 perc múlva, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk a Klasszon a Morning Show-val. Hello mindenkinek. Sopron Deák tér, május 11. Érkezünk. Így van. Hétfő. Hétfőn nagy országjáró Morning Show turné, ajándékokkal, velünk, hostess csajokkal, üvegstúdióval, promóciós lányainkkal. Lekérdezted már a hostess lányok közül, ki jön Jani idén? Ügyesek, szorgalmasak. Már nem kell lekérdezni. Ja. Fix arcokkal dolgozunk, tehát nem a mi csapatunkban fix arcokkal dolgozunk, nem kerülhet be bármi a hostess lány. Ott lesznek a mi promóciós lányaink, és indulunk már vasárnap a nagy országjáró turnéra, Sopron Deák térez, tehát az első állomás jövő héten hétfőn. Az időjárás jó lesz, jön egy kis röpke hidegfront vasárnap, az átvonul az országon, ezt talán még hétfőn érezzük, de jó idő lesz. Kettől pedig a drága Zita az RTL-en azt mondta nekem tegnap, magamra vettem, hogy hozzám beszél, nem, hogy hozzám beszélt, így időjárás jelent is közben. Házasság. Igen, megdicsért, hogy milyen szép az új hajam, nem. Azt mondta, hogy erős felmelegedés. És akkor kicsit belecsurrantottam a gatyámba, és azt gondoltam, mit kívánhat egy olyan műsorvezető, aki jövő héten országjára turnéra indul, mint hogy erős felmelegedés kettől. Nagyon jó. Előtte körbenézett, hogy nehogy félreértsék. Megnéztem mindenkit. Nyitott teraszok, lengén öltözött lányok, Morning Show rajongók, üvegstúdió és egy vidám turné jövő héten. Kell lennél több?
Figyeljetek, tegnap elmentem itt az Annával egy olyan 100-150 métert, a metro megállóig, ezt nem azért mondom, csak ja, elvegyem a naptól a kedvetek. Nem, csak sétáltunk lefelé, és szembe jött velünk egy lány. Ilyen kis top volt rajta, meg egy pici kis miniszaknya. Annyira megdöbbentő volt a látvány, valahogy így, tehát hogy annyira kizökkentett, pedig nagyon komoly dologról beszéltünk, nem tudom, a Felsáról, a Lehelen, vagy ilyesmi, de hogy, hogy most komolyan, tehát jött velünk szembe a lány, és egyszerűen maga a látvány annyira kizökkentett, annyira elszoktam attól, hogy ilyen lengén, idézőjelben lengén öltözött csajokkal találkozzak, hogy az valami megdöbbentett, hanem a fürdőszobákban. Bizony. Hála a jó Istennek, hogy most már így öltöznek. Ez egy olyan nehéz kérdés, mert az a baj, tudod, az a baj ezzel, János. Én megmondom neked, mi a baj. Tudod, mi a baj? Hogy? Hogy ezt a csajok nem értik. És ez olyan jó lenne, ezt megértenék. Hogy nem akarunk semmit, csak nézünk. Hogy a pasi úgy van kódolva, hogy megnézi a csajokat. És a legerősebb ösztön? Az élet ösztön után? A fajfenntartás. A fajfenntartás. Tehát nem követsz el azzal bűnt, hogy megnézed, nem a te párodat akarod ezzel megbánni. És hány nő érti ezt, férje, hogy miért bámul meg, miért nézed meg? Ez olyan, én azt szoktam mondani a nőknek, hogy olyan, mint amikor, nem, ezt nem mondom el, hogy... Igen, ez már hogy, ez nem, nem jó egy reggeli műsor, tehát hogy egyszerűen hihetetlen, és ők máshogy vannak kódolva. Vágjunk vissza, nem mondom, hogy a nők nem nézik nadrágba, meg, de hogy nem megnézik, de ha nekik van egy paliuk, akkor szeretik, és nem úgy stirölnek meg egy palit, mint ahogy egy pali, de hogy ettől a férfiak egyébként nem rosszak, hát gondold el, hogy olyan, mintha te mennél, és 100-200 majdnem mesztelen nő ott lenne körülötted. Azért nehéz megállni. Nők, nem? Ez ugyanolyan, mint amikor te bemész egy táskaboltba, érted, és ott van a 200 táska. Köszönöm. Én ezt nem tudtam ilyen jól megfogalmazni, hát hogy nőként bemész egy táskaboltba, és... Felvágott a spulttal jössz. A hentes miért? 95% hústartalom. És a vacskacsának ez egy nehéz dolog. Ez egy nehéz dolog, csak a nők... Csak a nők ugye ebből sokan ugye a saját önértékelésüket teszik össze, hogy akkor nem őt nézed meg, miért nézel más, de hogy közben meg a férfiak kicsit így vannak kódolva, de hát ez nem egy rossz kódolás, ez nem egy rossz dolog, nem egy hibás dolog. Hát azért ez... Ráadásul a nők sokkal többet nézegetik a többi nőt, mint a férfiak a többi férfit. Ezt valljuk be csak összintén. Más szempontból, te nem akarod az összeset megverni. Nem? Hanem más akarsz a nők, azért a másik nőt inkább rivalizálás miatt, konkurálás miatt, jobb csinosabb, jobb a lába, jobb a melle, jobb a feneke, miért néz így ki, jaj, de ronda, közben nem ronda, tehát a nőt azért inkább egy ilyen kis finom körbeszimatolás miatt nézi, nem? Rivalizál, megnézi, felméri, a pasim közelében van, a férjemmel együtt dolgozik, tudod? Tehát, hogy a nőt azért... Inkább más szemmel néz meg, mint ahogy egy férfi megnéz egy nőt. Hát azért nézed, csinos, jól néz ki, mit megnézed. A nő az hát inkább rivalizál, nem? És idegen nők is mondjuk teljesen ártatlan szituációban ki tudnak belőlük hozni olyan indulatokat. Én ismerek olyan nőt, aki mondjuk valaki mellett elmegy az utcán, végignézett, és legszívesen pofám mellett. A nő a nőt? Igen, hogy hogy nézhetsz ki ilyen jól, hogy rohadjál meg. Biztos nincsen két gyerek, biztos nem kell benne, biztos nem takarít, az biztos nem iszik meg büdös és dagadt a férjed. És tudod, egy kicsit ez ahogy hívják, ez a B megnyuszi a gerebjédet. Típus, tudod? Ez a, oda megy, nem tudod, és azt se tudja, hogy miért, de gyűlöli a másikat. Mert belekézze, belevizionál olyan dolgokat az életébe a másiknak, ami az övében nincs meg. Igen, tehát egyszerűen más a kódolás, egy pali nyáron lát rengeteg combot feneket mellett. Én nem hiszem, hogy a nők izgalomba jönnek, ha a pali sortra vetköznek. Tehát nem láttam még, nem tudom, libabőrös nőt, hogy hú, oda néz, sortban van, mert nem így vannak kódolva. Igen, nézd, fehér zokni, szandállal. Istenem, nem, de hogy a paliknak azért ez egy nehezebb dolog. Nem a mindennapi. És tartóztatni is magunkat. Hát igen. Ne nézz oda jobban. Nehéz dolog. Egy férfi, most vagyok őszintén, tehát hogy van szexi testrésze egy férfinek? Biztos, hogy van. A nők azt mondják, hogy van. Igen, a hallgatók is írták már csomószor. Tehát én nem mondom, hogy a nő nem nézi meg, dehogy nem. Én mondom, hogy a nő nem játszan el a gondolattal, dehogy nem. De a nő nem úgy játszik el a gondolattal, hogy a pali egy nap 35 000-szer eljátszik a gondolattal. Nem? 37 000, de mondjuk... Tehát, hogy már ez is más. Igen, de más gondol egy nő egy paliról, meg egy pali egy nőről. De egy nőn elől hátul van látnivaló. Tehát, hogy gyakor... De most ez komolyan, tehát mindenféle, hogy hívják nélkül, nem akarok itt tényleg ilyen nagyon szexistának látszani, hiszen amúgy is az vagyok, de hogy elől hátul van rajta látnivaló. Most rajtad férfin... is, elől mellizom, hátul hátizom. Na? Hát végül is igazad. Igen.
akkor nem zavaró ez egy nőnek, ha őt is elégszer megnézik más férfiak, ezt Rita írta nekünk. Na nézzük a közlekedési híreket, Hajdúböszörményi vagyok, de azért is találkozunk hétfő, rajtam nem fogtok ki, ezt Gergő. Köszönjük nekünk, Gergő. Légy kemény, Gergő, gyere el. Igen, igen. Jani, ha Salgótarjában leszel, okvetlenül látogass meg a Salgói és a Somoskői várat, hát nincs ott, én teszem hozzá, hát, hogy 45 ezer egyszerre. Igen, igen. Próbálom egyébként sokszor is meglátogatni mind a igen. kettőt, egyébként nagyon szeretem. Meglepődnék, ha neked vár témában bárki is újat tudna mondani ebben bár, az országban. A Somoskői vár területén már szédülni szoktam, hiszen ez már Szlovákia. Ajajajajajajaj, gyere onnan vissza gyorsan. Átmentél, beleszivatoltál a levegőbe, de gyere vissza, nehogy aztán ott valami, nem tudom, betegség kapjon el téged, hogy külföldön vagy, hát ritkán vagy. Emete 130-as kilométernél mérnek, és a 74-es főúton Egervár belterületén is mérnek. Ha tehetitek, nézzétek meg a felújított várkastélyt. Mi? Felivel? Nem, az Egervárjak, közel a környéken van. Ti úgyse fogtok. Balázs, nem vagy képben a nőkkel, sokkal perverzebbek, mint mi. Ha tudnád, miket mondanak. Majdnem zavarba jöttem. Hát, valószínűleg, hogy az ilyen női kibeszéléseken tudnak nagyon piszkosul viselkedni. Én egyszer meghallgatnék egy ilyet. Elbújva egy vagy nőként. De várjál, miben? Miért meg itt oda jutottunk ki, hogy nekem magas sarkuban, tangában frissen rúzsozva kell ülni a nők között? Tehát tangában nem. Kell, nem. Elbújva egy kis parók, egy kis fink és egy kis ruci mögé. Én egyszer ezt annyira kipróbálom. Nem, arra, hogy mit tudom én. Elmegy a feleségem, a barátnőivel találkozik, beülnek, és valóban úgy beszélik ki na, a férfiakat. Odáig tetszett a sztori, hogy elmegy a feleségem a barátnőivel. De hogy nem tudom elképzelni, hogy úgy beszéljék-e ki azt a palit, aki bejön az étterembe, leül és rendel egy zellerkrémlevest, mint ahogy ül öt pali, egy mojító után bejön két csinos csaj, és rendelnek egy Virgin mojitot, és az az öt pali nem ugyanúgy zöldséges kuszt-kuszt a vadkacsatom. Nagyon finom. 1008 most kilója, majd mondom. Tényleg, én nem tudom miért, hogy fennakadva minden hentes nyom a vadkacsat. Bele viccelsz, ugyanúgy érted, ahogy itt mert egyébként szerintem nem ugyanúgy. Nem ugyanolyan alpári, férfias, szexista módon beszél ki öt pali egy nőt, mint öt nő egy nőt. Én nem hiszem, hogy a nők nagyon cizellálják, hogy most akkor hogy meg mit csinálnának vele. A palik igen, nem? Tehát ebben mi piszkosabbak vagyunk. Hát ti lehet, hogy igen, de én tisztelem a feleségemet annyira, hogy nem. Ha nektek egyszer álszentségből érmet fognak osztani, az biztos, hogy rajcél győzelemmel érsz majd oda. Na, készítettem rólatok fotókat. Láttátok, hogy itt fotózgatlak benneteket? Van egy közös kép is, igen, de egyénileg is csináltam. Igen, belülről a WC ajtót. Tudod, hogy nem tudsz elmenekülni előlem sehova. Tudod, hogy mindenhol rátöröm az ajtót. Csináltam fotókat, de végül is a csoportkép győzött, mert azt gondoltam, hogy akkor legyen egy csoportkép. Ugyanis van egy program, ami azt mondja, nagyon szórakoztató a dolog, hogy csinálj magadról egy fotót, és ő megmondja, mennyi idős vagy. Azt hittem, hiányzunk délután, és ezt akarod nézegetni. És ezt nézegetem, igen. Ez jónak tűnik egyébként, mert az ember azonnal eljátszik, és az egója megszólal, hogy persze, hogy csinálok, persze, hogy lefotózom magam, biztos kidobja, hogy sokkal fiatalabb vagyok. Nagyon népszerű ez a weboldal, ez egy arcfelismerő szoftver, és állítólagosan viccesen megmondja, hogy ki hány éves. Két dolog van. Vagy jól jössz ki belőle, fiatalabbnak mond, és iszonyatosan örül az egód, vagy rettenetesen elszomorodsz. És azt mondja, hogy rohadjál meg, rossz a program. Ugye? Tehát az nincs, hogy valóban rosszabbul nézel ki, mint vagy valóban, nem tudom, idősebb vagy, és rosszabbul nézel ki, mint amennyi vagy. Nem tudsz annál idősebb lenni, mint amennyi vagy. Viszont tudsz rosszabbul kinézni, mint amennyi vagy. Most magaddal vitatkozol. Igen? Tudod, ez is már egy bizonyos. Tudod, hányszor vitatkozom magammal egyben? Csak egy ugrás, hogy a híradóval is vitatkozzam. Megcsináltam a képet. Na és? Na, kíváncsiak vagytok? Persze. Melyik gombot nyomtad? Látod a számokat? Hát gyerekek, most vagy többet kellene aludnunk. Igen. Hát figyelj, a korai kelés nem segít. Nyitott kapukat döngetsz. Vagy kezdünk nagyon rosszul kinézni. Ugye ti 70-esek vagytok, én 77-es. Ti már a B oldalon, én még azért karcolom az A oldal végét. Gondoltuk. Ti már nektek már erősen a B oldalég. Ki akarja először? Ott is az utolsó szám. Ott is az utolsó szám. Ki akarja először hallani? Na, essünk túl rajta. Legyél te. Mondd, hány éves vagyok a fotó alapján? A fotó alapján. Pedig egyébként mosolyogsz. Igen. Úgy nézel ki ezen a fotón, mint Yoda. Aha. Csak ez kedves. Igen. Ez kedves. Kicsit Yodás vagy. A fotó alapján a program 58. Ne! Asztalat életbe. 58 vagyok. Jézus. Ti az 13-mal több, mint kéne. 58 évesetet. Egy picit aludjál hétvégén. Aha. Na jó. Feri.
Egyébként rólad ez egy egész jó fotó. És mégis a program alapján, vagy az arcod alapján a program 56 évesnek. Kettővel jobb vagyok a Janinál, nekem ez már boldogság. 56 évesre. És most csináljuk majd egy képet kisgatyában is. Micsoda. Új szület leszel. Nézi, új szület leszel. 3 kiló 56 centi. Új szület leszel. Fürödtem én már veled együtt. Új szület méreteid vannak. Egyébként számomra se túl kecsegtető a dolog, mert hogy én 38 vagyok, a program 44-re tett. Oh. 6. Gyerekek, mindhárman idősebbnek nézünk ki, mint amennyiek vagyunk valójában. Azért szerintem ez dermesztő. Rossz a fotó. Ez dermesztő. Hát, de Jani az 58-tal azért az engem szórakoztat. Az engem is. Meg az is, hogy a te évszámot filztolal már ráírva a papír. És átva 20-a 48, és ki van javítva a 44-re. Hát azért ez nem túl bíztató. Arckezelés? Arcmasszázs? Tájmasszázs? A masszázs az oké. Okay. Valamit csináljunk, gyerekek. Én nem akarok többnek kinézni, mint amennyi vagyok valójában. Feltettük a Facebookra és az Instagramra ezt a képet. Döntsétek el, hogy mi a helyzet. Jó a szoftver egyébként, helyes. Van, aki ebben fiatalabbnak jött ki, mint amennyi? Van? Van te, Laci például. Laci, nem? Nem próbáltad, jaj, de jó vagy. Súnyi. Szóval kellemetlen volt a végeredmény. De gyáva vagy. Hát, azért ezt nem jó látni. De a ráncok alapján? Vagy hogy megnézi a ráncaidat? Szerintem a táska. Csak a táska. Szerintem a nem is túl... szemek. Hát de várj, akkor nekem le kell venni a szemüveget. Igen, mert csináljuk a szemüveg keretet táskának fogta igen, fel a program. Azért lehet, hogy csak 36-ot ír. Laci, gyere már! Na, csak engem. Nem, ezt nem kell kirakni, csak magam miatt. Hogy egy egyéniben? Szemüveg de... nélkül itt. No, ezt deröhögnék a 62 jön neki. Deröhögnék a 62 jön neki. Most írt a Viki. Tudod, mennyire dobta ki? Mennyi? Ezt nem mondom. De 23. Igen. Me, fiatalabbra? 23. Na. Meghekkelte. Nem a benne képét tette föl. Belegyúlt. 23-ra dobta ki. Most csinálta egyet szemüveg nélkül? Igen. De most miben reménykedsz, hogy kijön az 54? Na, majd meglátod, nem 54 lesz. Szarul ki, ez a helyzet. Reggeli műsort csinálunk, öregszünk. Hát nem tudsz mit csinálni, most ne védekezz, hogy leveszed a szemüveget, belövöd a sérót. Hát most lehet, hogy nyomorultunk próbálkozni. Most nézd meg, mennyi lesz, figyelj. 43? Mert nekem a vastag szemüveg keretem, az alja az olyan, mintha betáskultam az, volna. Az. Nem tudod? És a Janinak azért dobott ilyen sokat, mert ő meg úgy ült a villany alatt, hogy az árnyék oda esett a táskába. Mennyire dobná ki a Tillát? Tudtam, hogy előjön. Csak mondom, hogy a felhasználó feltöltése hozzájárul, hogy ezek a cégek a képeket korlátozás nélkül lemásolják, terjesszék, nyilvánosságra hozzák szerkesztőben, beleértve a feltöltő nevének nyilvánossá tételét, és ezeket a jogokat át is ruházhatják másokra. Ezt azért nem olvastuk el, Laci? Tehát azért ehhez lett volna egy-két szava. Aha, tök egy évek oda küzdök a kamu Facebook oldalak ellen. De várjál, most reklámba fogunk hárma szerepelni. Ott leszünk hárma az új Microsoft reklámban. És vele mit fognak majd reklámozni, a Star Wars hetet? Nem, az új Viagrát. Hárma mindezt használják. Az új Viagrát, a kilós turkáló ruhát, én nem tudom mire. Ennek azért annyira nem örülök egyébként, hogy bárhol felhasználják ezen túl az arcunkat. Tehát ha ezt a programot megcsod és rárakod, hogy hány éves vagy, akkor az arcodat minden további nélkül mindenhol felhasználják. Mi a szomorú valóság? 48! Yes! Lejjebb hoztam? 48, az látod? Jó, csak az, hogy nem látsz szemüveg nélkül. Az tehát, igaz. Hogy... tehát, hogy arra a 10 másodpercre még levetted, valóban 48 vagy, csak az, hogy vissza kell venned a szemüveget, Feri. Tehát, hogy ez tök jó. Ennyi. Nagyon jó. Igen. Jó, most akkor Janinak próbáljuk meg azt, hogy így kihúzod a szemed oldalát. Jó, utána pedig szkeneljük be felé arkarját, és biztos kidobja, hogy 14. Jaj, gyerekek, hát ez nem biztató. Ez nem biztató. Ja, na mindegy, az alkalommal. Vékony? Hülyeségeknek, hogy miért dőlök be. Kicsit azért csináltam, hogy hát ha... Nézőpont kérdése. Láttam én már ennél vékonyabb tonett széklábat is. Egy gyereken. Kicsit abban biztos, hogy ki, hogy 32, te 41, 43, tudod, és örülünk, hogy jó van, gyerekek, nincs még nagy baj. Picit mindig bízol benne, hogy te vagy a legszebb is. Nem, most nem azt mondtam, hogy... Picit mindig azért, picit azért tedded van ott, nem ott valahol a legmilyen, hogy hát, ha megint én leszek a legszebb, és a legfiatalabb, és a nem, most teljesen humánus volna, azt mondtam, hogy én 32, ti 41, tehát, hogy jót mondtam róladok is egyébként. Igen, tehát, az, hogy én fiatalabb, nem értettem egyébként, hogy jöttem befelé a vizéről a folyosóra, és akkor hallottam ilyen elfojtott ilyen izét, ilyen számonkérést, hogy Laci, ezt nem fogjuk így bőteni! Akkor ez volt a... Megpróbáltam megakadályozni, hogy feltegyük Facebookra. Nem, az a rajcatok, mint egy ilyen számháború, az 58-56, az elég rosszul.
az elég rosszul néz ki. De már jönnek a barátságok és SMS-ek. Balázs, milyen puding kezed na, van? Na, azt az én tehát, alkarommal van bajod? Hát nézd meg azt, az egy puding. Igen, egyébként fura. Milyen jó föltenni bármilyen fotót a Facebookra és az Instagramra, hiszen a saját rajongóink vannak ott, akik szeretnek bennünket, és már jönnek az SMS-ek. Balázs, milyen puding kezed van? Te is tettél, megcsináltad? Én, nekem itt nincs a benti gépen fotóm, én a barátok köztes csoportképet csináltam. Mennyit ír? Hallod, a fán megcsinálta a barátok köztes. De kik a szereplők, mert nem ismerem hát őket. Ő a Csekka. Csekka 38, a Tihanyi az 39. 37. Na most perelek, a Tihanyi 39, a Feri meg 38. Ez milyen program ez? Nem tudom. A Tihanyi 39. Valószínűleg, tudod mi van? Nem. A haj. Mert ugye a Tihanyi az valljuk bőszintén úgy néz ki, mint hogyha egy gólyafészek lenne a fején. Hát szerintem abban fiókák fészkelnek, ebben igazad van. Abban egy kisebb fűrcsalád azért onnan kirepül minden reggel. Valamilyen bozotlakon madár biztos él benne, de a haj. Én vagyok a legkopaszabb, persze, hogy életem a legöregebb. A Tihanyin iszonyú sok szövő. Csináltam már meg a Pákót, hogy mit csinál egy fekete fiúval, tényleg. 100-ra, 50-re, újszülöttre. A Pákot csináljuk már meg. Mondjad, mit akartál mondani? Hát, hogy akkor, ha hajat nézi, akkor a Balázsnak 20 évesnek kellett volna lenni. Mondjuk az is igaz. Jó, de nála biztos bezavart ez a kenőmájas balkar. Ezt? Kenőmájas! Ezt itt nem a legyek hordták össze. Azt, hanem a szél. Igen, hát. Ebbe igazad van. Azért láttam már el egy nagyobb kupac. Ezt nem a legyek hordták össze. Ja, gyerekek, fiúk arctorna sokat segít írni Niki. Az micsoda? Hogy minden este mozgassam át az arcomat, ilyen balra néz, jobbra néz, mosolyog. Jó, fekvő támaszt arccal. Ja, igen. Azt minden hétvégén csinálok, ha elmegyek bulizni, nyomok fekvő támaszt arccal, de hogy... Nem, de... Ha megkérsz valakit, hogy popsival masszírozzá. Gyerekek, szomorú valóság, 34-re hozta a Pákot. Mindenki jobban néz ki nálunk, tessék? Mennyi a Pákó? Én nem tudom, 40. Hát, szerintem se útlevele, se személye, úgyhogy nem. Se útlevele, se bevándorlási lapja, se semmilyen is. Tehát ő egy beazonosítatatlan pontja a magyar közigazgatásnak, de soha senki meg nem mondja, hogy hol lakik. A Pákónak iszonyú genetikája van. Egyébként igen. Egyáltalán nem látszik a kor. Igen. Na jól van, tartunk egy kicsi szünetet, néhány reklám erejéig, aztán mutatok nektek még egy videót, ami félig meddig komoly, de nagyon érdekes és tanulságos. Beszéltünk nagyon sokat a gyerekrablásokról, meg arról, hogy általában fekete autók állnak meg, mindenki vigyázzon a saját gyerekére, és végeztek egy kísérletet, és meg akarom nektek mutatni, mert tényleg szenzációs, ami arról szól, hogy egy srác megmutatja az anyukáknak a játszótéren, hogy csalja el a gyereküket egy perc alatt. Döbbenetesen jó a videó, és szerintem érdemes róla három mondatot beszélni, hogy egyszerűen odalép az anyukához, és azt mondja, hogy hidd el, hogy egy perc alatt elcsalom a gyerekedet, dehogy csalod, oda megy, és döbbenetes az eredmény. És utána csinálok majd egy kísérletet, sírástól masszatos arca, egy csatogos lepkével ki fogok itt menni, egy kantáros rövidnadrágban, és azt fogom mondani, hogy anyu, sokszor egymás után, hogy mikor visznek el a nagy fekete autóba. De nem, tényleg érdemes róla beszélni, a kísérlet az hátborzongat, úgyhogy még ezt is megmutatjuk, jövünk egy pici szünet után. 10 múlt, pontosan 7 perccel itt vagyunk újra. Gyerekek, nem nyugszom ebbe bele, hogy 44, 56, 58, úgyhogy megcsináltam még medvec kilonát is, hogy mit dob ki a program. Jó volt. Gondolom. Tehát itt kell. Hát a tudás az előjön. Itt kell a programot egy mondattal szétzúznom, mert hogy medvec kilonára a program kiadta, hogy 37. Ennyire nem tartunk. Úgyhogy meg vagyunk. Megmentettük magunkat. Nincs akkora baj. Hát vagy tehetett. Még nagyobb a baj. Vagy még nagyobb a baj. Ez friss kép? Nem, hát ez mostani kép, igen. Uh-huh. Megnézzük még Erdély Mónikát is, mert ő ugye 10 éve 34-et mond magáról. És mit mond a gép? 45. Na, az már közelebb áll a valósághoz. A medvec kis képet mutasd meg, légy szép. Úgyhogy nincs nagy baj. Gyerekek, nincs nagy baj, azt kell, hogy mondjam. Tényleg. Megmenekültünk. Kamunak tűnik a szoftver. Így egy picit megnyugodtam. Nem, egyszer nem hagyhatom, hogy bántsanak benneteket. De Fincsi. Te hülye. Még ebből is? Hát mindenből? Komolyan értem, hogy itt a tavasz. Egyébként tényleg Fincsi. Igen, nekem. Persze. Nekem nagyon csinos, nagyon szimpatikus. Most lesz a Fridiben vasárnap. Olyan kedvelemik, nagyon kedves, aranyos, intelligens nő egyébként. Ja, az összezárva a Fridivel? Igen. Vasárnap lesz a Fridiben, így van. Már nem a Fridivel, tehát a Fridivel lesz összezárva, így van. Igen. Na, hát arra kíváncsi vagyok. A Majkás nagyon jó volt szerintem. Ott biztos lesz. Gesztesit kevésbé szeretem, de magesztesi miatt jobb volt az utóbb munka a Majkásban, az jó volt. Biztos, hogy könnyű lesz majd vágni a műsort.
Emlékezni fognak. Gondolod-e kétszer 18 percet összevágni 24 órából? 24 órából azért az nem egy egyszerű. De meg a majkánával szerintem nem lesz nagy gond. Az a 6 mondat, ez imád. Trafisi motorja, Jani volt csak a hangegyezőség miatt, és a további polgári peres eljárások miatt ez a János volt. Ez vagyok én, Trafi Simon Tornya a belterületén a 64-es főúton. 51-es kilométernél az M7-esnél a pihenőben, a segélytelefon mellett Balaton felé szintén van egy trafi, ez Gábor küldte nekünk. Na, foglalkoztunk mi is ezzel, és senkit nem akarunk riogatni, baromi sok a rémhír, baromi sok az álhír, a lesötétített autók, meg a terepjárók, meg az elrabolt gyerekekről, amik ugye napvilágot látnak, de sajnos van olyan, ami azért igaz, ugye beszéltünk egy sporttelepről, ahol ugye el akartak csalni egy kislányt, nyilván mindenki szeretne a gyerekére odafigyelni, és nem kell mindent elhinni, vannak rémhírek is, sajnos tényleg sok, de ez egy jelenség ma Magyarországon, hogy újra nagyon kell vigyázni a saját gyerekeinkre. Mindig is kellett, de most szerintem újra nagyon. És van egy kísérlet, ami azt mutatja, hogy mennyire hiszékenyek a gyerekek, és milyen hiába trenírozod te a saját gyerekedet arra, hogy idegennel ne menjen el, hogy tudják a gyerekek gyenge pontját egy pillanat alatt úgy felmérni, hogy azonnal, mivel cukik, aranyosak, naívak és nem sejtenek rosszat, a világ legártatlanabb lényei, nincs még bennük rossz, nincs még bennük kétkedés, nem? Annyira cukik egyébként. Nincs még bennük semmilyen feltételezés, hogy milyen szörnyű ez a világ, ahol élnek, ártatlanok és szeretnek mindenkit. Egyébként gyönyörű. A kísérlet maga arról szól, hogy anyukák ülnek a játszótéren, és oda megy hozzájuk egy fiú egy kutyával, és azt mondja, hogy részt vesznek-e egy bizonyos kísérletben. Hogy ezt most az anyuka tudta, hogy oda megy, vágóan mindegy, a kísérlet végeredménye a lényeg. Jó, próbálom fordítani, hogy mit mond, mert egy rövidet beszél az anyukával, és utána megy oda a gyerekhez, háromszor, négyszer megcsinálja, érdekes. Tehát az a kísérlet lényege, hogy elmegye úgy a gyerek, hogy az anya is ott van így a játszótéren. Anya játszik a játszótéren, ül a padon, a gyerek valahol 10-20 méterre látott távolságon belül játszik. Mindjárt mondom, hogy mit mond. És mit nem mond... látja a srácot, a gyerek nem látja az anyukával. Nem látja az anyukával, mert messze játszik a gyerek. Ismeretlen így számára. Van. Na, figyeld. Azt mondja, hogy meg fogja állítani, jó? Hogy értse mindenki. So if I go over to your kid right now, will he or she talk to me or run away? Ugye a kérdés az, hogy ha én most odamegyek a gyerekedhez, akkor fog velem beszélgetni, vagy elfut, vagy visszafut hozzád? Ezt kérdezi a srác az anyukától. I'm pretty sure she's not gonna talk to you, but try. Azt mondja az anyuka, hogy remélem, hogy biztos vagyok benne, hogy nem fog veled beszélgetni, és visszajön hozzám. I'm gonna put it to the test. I'm gonna go over there with the puppy. She's right there. She's right over there? All right, I'm gonna go over there and I'm gonna talk to her as a stranger, all right? Jó, azt megkérdezi, hogy melyik a gyereke, oda megy hozzá, azt mondja, hogy beszélgetek vele, mint egy idegen. Annyi a kísérlet lényege, hogy a csávónál van egy darab cuki, aranyos, szőrös, fehér kutya. Ennyi. Semmi más. Egy ártatlan fehér kutya. Figyeld, hogy mit csinál a gyerek. Elsétált az anyukától, oda ment messze egy mászókához. Look at the puppy! Look at the, nézd meg a kutyát. Look at the puppy. A gyerek letérdel. Like the puppy? Yeah. Can you guess what her name is? Ki akarod találni, vagy próbálod kitalálni, hogy mi a neve, ugye ezt kérdezi. Simogatja a kutyát. Duncan? You were close, the name's Donuts. Azt mondja, nagyon közel vagy, mert nem így hívják, úgy hívják. I got some more puppies, wanna go see the other puppy? Van más hasonló kutyám, tehát hogy meg akarod-e őket nézni. Kérdezi a gyerektől, mire a gyerek, figyelj. Right, let's go. Come on, right over here. Anyukát mutatják, aki nem hiszi el, a kislány megfogja a gyereknek, a srácnak a kezét, a srác fölemeli a kutyát, és azt mondja, meg akarod nézni a többi papit, elmegyünk meg, és mondja, hogy a kislány, persze, menjünk. Gyerek, fogja a gyereket, kéz a kézben elsétál a gyerekkel. Nem hátra volt rá nem beszélés. Néz az anyjára. Hátra nem néz az anyjára. Nagyon érdekes. Nagyon és érdekes. Nem volt rá beszélés, nem semmi. Volt győz. Egy kérdés. Kutya, a akarod többi látni, okay. Meg akarod nézni. Következő kísérlet. A gyerek elsétál, az anya rosszul van. Leült egy másik anyuka mellé. Itt ugye azt kérdezi, hogy milyen sűrűn szoktál beszélgetni a gyereked, de milyen sűrűn szoktad neki elmondani, hogy ne álljon szóba idegenekkel. Ezt kérdezi egy másik anyukától, a srác, aki végzi a kísérletet. Mondjuk minden nap. So if I go over to your kid, will he or she talk to me or run back to you? Ugyanaz a kérdés, hogy fog velem beszélgetni, vagy visszafut hozzád. Ugye ez is egy jó kérdés, hogy megkérdezi, hogy hol az anyám, ott akarok lenni mellette, mert ott vagyok biztonságban. Probably run back to me. Valószínűleg visszafut hozzám. Right, which one's your kid? Do you want me to put it to the test? Oh, sure. Oké, okay, melyik a te gyereked? So if I go ott van. Over with the puppy, oda megyek a kutyába. Run back to you before talking to me.
És te azt mondod, hogy vissza fog futni a gyereket, mire a nő mondja, hogy valószínűleg. Megkéri az engedélyét, hogy megcsinálja a tesztet, fogja a kutyát, oda megy egy másik gyerekhez. A gyerek jóval messze ugrál egy kis ugrálóvárban. You like puppies? Puppy. Lehajol, megsimogatja a kutyát. Mi lehet a kutya neve? Yeah. Ugyanaz. You like puppies, right? Szereted a kutyákat? Wanna go see the other puppies? I got a bunch of them. Wanna go? Van egy csomó nekem ebből. Megfogja a gyerek a kezét, és ő is elsétál vele. És utána mutatják az anyját, két kamerával rögzítették, az anya, hogy oda teszi a száj elé a kezét, és nem hiszi el, hogy 10 méterre a padon egyébként ott ül az anyja, és a gyerekben fel nem merül, hogy visszamegyek az anyámhoz. Kutyával jött, cuki, nem akar bántani. Elmegy vele. És úgy, hogy minden nap beszélgetnek a szülőbevallása szerint arról, hogy nem mész el idegennel. Igen. Miért érdekes a lélektana ennek? Mert a gyereket először meg kell győznöd arról, hogy te barátságos vagy. Hogy győzöd meg? Ajándékkal, kutyával, állattal, csokival, cukorral, cipővel, bármivel. Valamivel, már nem gyanakodik rá a gyerek. Ugyanakkor ez nagyon érdekes. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy itt egy olyan nagyon kellemes, nagyon kiegyensúlyozott, harmonikus közegben találják meg a gyereket a játszótéren, ahol jól érzi magát. Na de arról van, hogy kijön az iskolába, és ott áll egyedül. Na jó, igen. Na de például rémséget hallani Disneylandről, hogy hány gyerek tűnik el. Kellemes, jó környezet, leválik a szülőről, nem sejti, bohóc, mit tudom én, szóval, hogy szörnyű. És az anyukát mutatják, elsétál a gyerek, hátra nem néz a saját anyjára. Hello. Azért ez megdöbbentő, nem? I'm doing a social experiment on kids. Jó, itt ugrunk egy kicsit, elmondja ugyanezt. How often do you tell your kids not to talk to strangers? If I go over to your kid, he or she will run back to you or continue to talk to me. But I think we'll come back to you. Ugyanazt mondja. Give me permission to give it a shot, to see what happens. Can you just point out which one's your kid? Head over here. Hi. Figyeld, oda megy. The dog? It's a girl. Fiú, lány a kutya. Meg akarod-e simogatni? Lecsúszik a gyerek a csúszdán. Nice, right? Wanna go down the slide? Akarsz-e lecsúszni a csúszdán? You like the puppies, right? You like the puppies? Wanna kicsi go see the other puppies? Kicsi a gyerek. Yeah? Come on, let's go. Let's go see the other puppies. És elsétálő is vele. Ennyi. Ijesztő. Szóval, hogy nagyon résen kell lenni, és ez nem ijeszget, és háromból három, és zajlik a kísérlet, ugyanez a kérdés, ugyanez a válasz, mindegyik gyerek elmegy vele. Hogy ebből most kivágták azt, aki nem ment el, nem tudom, manipulálták, minden esetre a jelenség azért az érdekes. Azért tehát, az érdekes, oda se hogy... nézett az egyik se és az anyjára. És pedig úgy, hogy tudod, hogy ott van anyu. Igen. Na, döbbenet. Igen. És ezt nagyon-nagyon jó érzékel kell ezt a dolgot a gyerekekben, jó érzékel kell a gyerekekben elültetni a kétkedést, a bizalmatlanságot, mert hogyha átbillensz, akkor a gyerek mindenkitől félni fog, mindenkitől tartani fog, és bezárkózik. Igen, de még inkább basszus, nem? Szóval, hogy erről sokat beszéltünk, csak ezt nem akartam nektek mutatni, ez egy érdekes. Komoly. Érdekes felvétel volt, igen. Na, mutatjuk, hogy miről is beszélgettünk ma reggel. A vendégünk volt Mr. Puliszka. Csütörtök van. Mr. Puliszka egyszerűen nem tud olyat mondani, hogy mi ne tudnánk rácsodálkozni. És az anyagban, bocsánat, ma nem ő volt a baj. Nem ő, nem Mr. Puliszka, hanem te. A krumplipüré porommal. A porokról beszélgettünk, porlevesek, porok, krumplipüré porok, jó, nem jó. Gábor behozott egyet-kettőt, elemeztük. Valamint többek között felhívtuk Bodzolit is, és megpróbáltuk megfejteni, hogy ki a fenétől tűnik el egy madárpók, mert hogy tegnap éppen azt kellett befognia. Egyébként a Gábor által behozott leves porok közül az egyiket el is viszem magam a kitelepülésre, mert mindig a feleségem jutról lesz, mert rá van írva forró bögre. 3-4-10 múlt pontosan, 2 perccel jövünk már is, majd mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Ez történt a Morning Show-ban. Használjuk, ne használjuk, mit mond a szakma? Alapvetően mindennapi szinten szerintem ne használjuk, ezek virtuális élelmiszerek. Ha valaki elutazik valahova és nem tud főzni, akkor nyilván elfogadható. Az, hogy hagymapor, zöld fűszerek, metélő hagyma, fehérbor kivonat. Feri, például mit szólnál? Hát ez fölháborító, kivonat. Hogy kivonják a fehérbor. De figyelj, csak egy ilyen zacsiban mondod, hogy tök jó, hogy van benne. Most egyébként veled vagyok, Gábor. Ha én lennék a Balázsnál, most oda mennék és megölelnélek, de ritka, ezt nem teszem pillanat, meg. Igen. Hogy mennyi van egy ilyen zacskóba például a szárított zöldségből? Két ilyen kocka van? Két ilyen százal... Tehát, na, hogy 1%. Az a baj vele, hogy az, hogy te fél kiló krumplit nem bírsz megpucolni a gyerekednek és megfőzni, hanem hogy ilyen bolt csinálsz. Krumplipürépor? Nem használunk krumplit. Mit miért? A legnagyobb krumplipürépor elkészítő vagyok.
Jaj, nekünk. De miért adsz olyat a gyerekednek? De mi, de mikor... Azért, hogy tudja meg, hogy mi az igazság. Én gyerekek, én bevallom, én csinálok néha krumplipürépor. Hát azért ezt csak túléljük. 99% burgonya pehely. És az az 1%? Na, burgonya pehely. Pehelyhesítik neked a... Mondjad a burgonya pehelyt neki? Uh-huh. Hát mondd. Az a baj, hogy ezzel igazán nincs baj. Nem mindig tud az ember, Feri, hát bocsáss meg nekünk kevésbé játszásoknak a baj. Hagyjam ezzel a kettő percet. Jamie Oliver 20 perces receptjeim, hagyjál már ezzel. Fél kiló krumplit megpucolni, mennyi idő? Igazán ebben olyan nagy probléma nincs, ez egy szárított pehelyhesített termék. A gond az, amikor hozzáteszik az egyéb ízeket, fűszereket, nekem az a gond ezekkel a készétel örleményekkel, hogy olyan ízük van, mintha rendes tápegész intelligens élelmiszert ennél, és az agy olyan sok ízt kap, hogy azt hiszi, hogy kapott mellé tápanyagot is, nem is keveset. Az agy, amikor ilyen ízvilágot érez, akkor azt gondolja, kapott fehérjét, szénhidrátot, zsírt, de akkor ez a sima krumpliból is kaphatja, nem? Vagy akkor ott nem volt. De hát itt is 99% krumpli például. Átvágom a szervezetem, ez egy 99%-os krumpli pürével? Annak csak az íze egy picit mű. Én egyszer kóstoltam ilyet, de egész más íze volt. Egy nekem pici olajjal, egy pici fűszere, egy kicsit tejfölem. Kicsit olyan mű íze volt. Én néha csinálok. Nem, jó, megfőzöd okay. a krumplit, jó, és na, megcsinálod. Jó, okay. Persze. Jó, de én levesporokat meg egyáltalán nem. Tehát az annak én sem kívül, de mondjuk a háziasszonyok, akik bűnöznek és krumplipüréport csinálnak, azzal nem követnek el a gyermekük ellen egy... Egyébként régen a készételporok úgy készültek, hogy lefőzték a készételt, és megszállították. És azt lecsomagolták. Tehát most már nem, ez gyakorlatilag most egy tartósítási eljárás is. Igen, egy tartósítási eljárás. Most már ugye összepakolnak egy csomó ilyen mozaikszerű elemet, és ebből készül egy összetett élelmiszer. Jó témát hoztál szívemhez közelálló, ezért te választhatod a holnapi receptet, hogy spárgás eper legyen salátában, vagy pedig egy friss zöldséges kuszkusz. Melyiket választod? Friss zöldséges kuszkusz, ez jó. Nagyon jó. Ahhoz és nincs mondjuk hús egyébként. De, ahhoz vadkacsacomb van. Jaj, nekem. A másikhoz megízi van vadkacsacomb. Bemész bármelyik piacra. Végén, jaj, vadkacsacomb, ha maradjál. Gyerekek, kezd el durrani az agyam, Feri, hagyd ebbe ezt a... Bemész bármelyik piacra, és a kedvencem, a zöldséges... Végén, sörétes, kétcsövű. Menjél ki az a jövektó parkára. Jó, és elmenik a hentesem ezt, hogy elnézést, uram, szeretik a stüssi vadás kalapodat. Halashoz menjél, ott van. Halashoz menjek. A halasnál van nála vadkacsacon. Most kipróbálom a Török Bálint estet. Fél kiló vadkacsacon. Ne, a henteshez nem menjél. Anyádba menjél, te rohadt! Ennyire nem megy már, hogy pókokat kell elengedni a harmadik kerületben? Nem, gyerekek, ez nem itt történt. Persze, persze. Na. Menjél, legyere vissza, menjél, szaladj egy kicsit, tudom, hogy szeretsz. Az igazság, hogy én ezzel a pókkal nem is találkoztam, amiért kiértem a helyszínre, addig elvitték ezt a pókot. Már kik? Tűzoltóság? Nem, a tűzoltóság szóltak nekem, hogy látnak egy pókot, egy madárba, át is küldték nekem fényképpen ezt a pókot. Elindultam kifele a helyszínre, és amire kiértem, akkor az ottani lakók megtudták, hogy egy fiatal ember él a madárpók, akitől már többször elszökött, ez nem az első eset volt, és hogy haza is érkezett a fiatal ember, az fogott egy beszültes üveget, odatolt a kukákat, és szépen leszette a ház faláról. Ez történt. Egyébként mérges madárpók, ami nagyot harap, vagy barátságos? Hát nézzetek, minden madárpók méreggel öl, de most az tudni kell, hogy nem feltétlenül életveszélyesek, ugye ezeknek a póknak marása, viszont van lehetnek allergiás reakciók, ugye fulladáshoz is vezethet, aki allergiás... Ha lenyeljük. Hát nem kell, ami feltétlenül lenyelni. Gondolom nem ott a harmadik kezdve fog nekiállni, piknikezni madárpókot roston megsütni. Hát ízik, megforgatod egy kis meget a gyerekek. Hát valami csak kitalálni. Vízes zsömlébe, belerepül. Lehet veszélyes. Azt mondom, nem azt mondom, veszélyes, lehet veszélyes, hogyha ugye attól függ, hogy mennyire van legyengül az immunrendszerünk, lehet veszélyes. De hát főleg kisgyerekekre, vagy idős, legyengült szervezetre. Mennyire lehet szocializálni a madárpókot? Tehát neven tudod szólítani, és lábhoz jön? Hát, oda jön és vissza hozzá a fát. Az biztos, hogy nem. Tehát ugye nem tudjuk egy is észáltatni, hogy eldobjuk a pingponglabdát visszahozza, tehát én azért nincs. Fél komoly volt csak a kérdés, Zoli, egyébként. Persze. Ilyenkor szirénázva mész a helyszíre? Hát úgy indultunk el, de hát fordultunk is vissza.
Tehát úgy, mint Ace Ventura, hogy kihajtod a fejedet, és nagyon szirénázol, és nagyon rohansz, én adom a szirénát, mert a rendőr nem kapcsolja fel, én adom a szirénát. A harmadik kerületi vérpók. Olyan volt már, hogy gyere már, Zolikám, gyere már, madárpók, kimentél, és egy ilyen 4 centis keresztes pók nézett rád vidáman. Volt. Igen? Hát ilyenkor feljön a szirén, és mondom, munka van, meg elrakítja a kopasz búbjával. Menjen inkább ő. Most veled volt a Szilágyi? Nem volt velem a Szilágyi. Azt hiszem, ő volt a sziréna. Nem volt, fodrásznál volt. Én mindegy. Fodrásznál volt a haja. Figyelj, fontos, hogy úgy menjen állatot befogni, hogy egyébként jó a haja. Persze, hát úgy csinálja. Főleg, hogy nincs is. Igen, akkor beült egy oké. Röpke szárításra. A madárpóknak a tartása egyébként az valamilyen engedélyhez kötött? Nem. Az a probléma, hogy a madárpókok tartása nem engedélyhez kötött, a skorpiók tartása tartozik a veszélyes állatok listájához. Ugye a madárpókokat lehet kapni átkereskedésekben. Ez itt a legnagyobb probléma, mert hát azért méreggel ölnek. Most bárki bármit mondhat, hogy nem veszélyesek, meg szoktuk látni olyan különböző videókat, bejártásokat, hogy itt a pók karukon sétáltatják a pókot. Hát ugye egyszer marja meg az illetőt, és akkor utána nem biztos, hogy fogja sétáltatni. Már, tehát vannak a bátor emberek, akik ezt megcsinálják, megmerik, mint mondtam, nem minden pók ember életre veszélyes, vannak erősebb mérgek, vannak kevésbé erősebb mérgek, úgy, mint a kígyóknál. De ugye ezt nem lehet tudni, hogy az adott pillanat, amikor megmart a pók, éppen milyen gyenge az immunrendszerem. Erre van szérum? Ellenszérum? Nem, a madárpókokra nincsen ellenszérum. Azt a mindenit. Akkor a Szilágyival szivatott ki, hogyha téged megmart. Engem biztos nem, akkor ott döbrök meg a helyszínen. De legalább volt meló tegnap, eseménydús napjaid vannak, ez eseménydús, a lényeg, hogy valahol mindig elszalad egy fenevad egyébként. Ha most majd jön a jó idő, most már igen, most már naponta kétszer-háromszor azért hívnak, ilyenkor mikor van a jó idő. De direkt mert hívtak, vagy egy félreértésből kifolyólag, mert valaki azt mondta, hogy csak botra nyúljatok hozzá. Nem, úgy. Egy jó szójáték a nevekkel kapcsolatban, az mindig jó. Öt perc, pontosan 10 óra. Sokan kérdezitek tőlünk, hogy hol van a videó. Lehet megtalálni. A legegyszerűbb, hogy a Facebook oldalunkon megnézitek, és akkor, ha már olyan idős a gyerek, akár meg is mutatjátok neki. Föltettük a Facebook oldalra, úgyhogy ott van. Valaki kérdezi, hogy Balázs, miért adtok tippeket ezeknek az idiótáknak gyerekeink elcsábításához? Nem, neked adunk tippet, hogy hodd véd meg a gyerekedet, mert hogy ők már ezeket ismerik. A tájékoztatás az nem tippadás. Nem tippadás, nem ezért fogják, ráadásul ők ezeket már pontosan ismerik. Úgyhogy rémhíreknek nem szabad bedőlni, nem kell pánikot kelteni, de szerintem erről jó beszélni, mert érdekes kis videó ez. Csabikám, hello, jó reggel. Jó reggel, szevasztok is egyébként. Annyira erről beszél most szerintem mindenki, hogy hát értelemszerűen, amikor felmerül egy ilyen, akkor az iskolában is van egy tájékoztatás arról a gyerekeknek, hogy hát nem nagyon kellene idegen emberekkel szóbálni, vagy elmenni velük főleg. És a mi gyerekeink az iskolában, főleg a kicsi, a Demeter, arról beszélgett a társaival elsősök, hogy ott az a fekete ruhás ott a kerítésen túl, az tuti emberrabló. Verjük meg. És lehet, hogy csak szegény, nem tudom, kémi seprő jár arra. Mi rossz bácsival hívjuk a Beninek, a Benin, ha beszélünk róla, ő is ezt mondja, rossz bácsi, ez a neve. De inkább én azt mondom, szóval nem, hogy basszus, hát ha ilyen a világ, akkor ültesd el a gyerekben, legyen ezzel felvértezve. Hát inkább, mint hogy az ember ne tegye meg, aztán valami baj legyen. Na, hívjuk a nap hallgatóját. Halló, tessék! Hello, jó reggelt, morning show, ciao. Halló, jaj! Bizony, hogy hello, nem írtad alá, hogy hívna. Nem, Balázs vagyok. Hello, Balázs, hol leptünk meg, merre vagy? A Pécsen. Aj, elfelejtetted, hogy SMS-t írtál, vagy belemerültél a munkába? Teljesen elfelejtettem. Hát te vagy a naphallgatója, és egy ajándékcsomagod is lett volna, csak ugye hát nem mondtad, hogy morning show. A legközelebb mondom. Legközelebb. Mivel foglalkozol, Balázs, mit csinálsz? Én autóvezetést oktatok. Most is ül melletted éppen valaki? Nem, most szabadidő van pont. Szabad időd van. Jól van. Ennek ellenére te vagy, tehát nyugodtan legyél rá büszke. Te vagy a nap hallgatója, csak ajándékcsomag nélkül, de megnyerted ezt a címet. Jó? Jó, köszönöm szépen. Köszi, hogy írtál nekünk, és hogy minket hallgatsz. Ciao. Hello. Hello. Szia. Hello. Na, hát akkor mindegy is, hogy mit írt. Csabikám, remek zenék?
Hozok nektek egy norvég DJ-t és egy ausztrál énekest. Hát figyelj, de most végre! Azt képzeld, hogy norvég DJ vagy, és azt gondolod, hogy valahogy el kellene jutni a föld másik felére a zenémben. Hát hogy lehet? Hát gondolom mindenféle csatornákon egyszer csak találsz egy ausztrál énekest, aki már valamit elért a hazájában, így aztán biztos, hogy Ausztráliában is megismerik a te neved. Uh-huh. De ez történt, Kigónak hívják a norvég DJ-t, és Konrádnak. Kigó. Kigó. Kigó, igen. Y-nal írja, ha rá akarsz keresni. Mindenképp most alig várom, hogy végre. És Konrádnak hívják az ausztrál énekest, és ők így közösen összehozták a Firestone című. Jó, hát nekem ajánlom, mert jó. A nevükkel ellentétben azért ez még lehet jó, nem? Persze. Kigó, Kigó, ú, de rejtélyes, Kigó. De miért az Avicii-ről mit gondoltunk pár évvel ezelőtt, hogy most milyen neve van? És lehet, hogy Kigót meg úgy fogjuk emlegetni pár év múlva, hogy... A nagy Kigó. Hogy természetes, hogy velünk van. Úristen, igen, és persze megremeg a térdünk, és hogy igen, lehajolunk, és így már Kigó. Jön a nagy Kigó. És amikor jön Magyarországra, akkor azt mondják a rajongók, hogy megyünk Kigó koncertre. Tripla koncert az arénában. Én ezt saját fülemmel hallottam, hogy megyünk Avancsira. Én azóta Avancsizom, tehát ez tényleg elhangzott. Csabi, jön a kívánság műsorra 555-55-00. Nem elfelejteni, drága hallgatóink, hogy jövő héten indulunk a nagyországjáró turnénkra a Morning Show-val, és Sopronban a Deák téren kezdünk jövő héten hétfőn reggel 6-kor. Így van, Csabi is fogja mondani, Piros is fogja mondani. Mondják ám előszeretettel. Csak a Jani el ne tévedjen, mint ahogy ma reggel hallottam, hogy ő valama máshova akart menni a pesti helyszínen, vagy viszitek magatokkal, hogy rádiózzátok, hogy felszálljon a vonatra, és kiköt vasárnap este Salgótarjánban. Fakultatív az érkezés. Tudjátok, hogy milyen shoppingoló állat vagyok. Ott lesz. Te pláza cica, te. Ott lesz. Igen. De még jövünk holnap 6-kor innen Budapestről. Szép napot mindenkinek, szevasztok! Sziasztok! Ciao. Ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.